Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét, Önök a 21. évfolyam 14. heti adását látják. 3 héttel ezelőtt indult el a Pörög fel, mely elsősorban az 5-es, 6-os, 7-es és 8-os tanulóknak segít érdemjegyeket szerezni. Mindenkinek jár a köszönet, aki részt vesz valamilyen formában a Pörög fel programban. Szeretném megköszönni Szentirmai Cecília tanárnőnek a munkáját, hiszen a tanítás mellett még a rovat szerkesztését is magára vállalta, és home office-ból el is készíti nekünk az alapokat. Köszönjük szépen még egyszer! Lelki erő címen vallási rovatot indítottunk az elmúlt héten, melyben a televízió nézői számára juttatjuk el a monori lelkészek ige hirdetéseit. Bízunk benne, hogy sokuknak valóban lelki erőt tudunk adni ebben a kivételes időszakban. Az orvos válaszol rovatunkban a járvánnyal kapcsolatos intézkedések betartásának fontossága mellett a félinformációkról, a tévhitekről is beszélgetünk dr. Misuth Gábor monori felnőtt házi orvossal. Ahogy eddig is, most is van lehetőségük feltenni kérdéseiket, juttassák el hozzánk, legjobb tudásunk szerint pedig válaszolni fogunk majd a műsorban. Heti friss rovatunkban mindig az adott hét bejelentkezéseit láthatják időrendi sorrendben, azért, hogy a tévénézők is láthassák, milyen döntéseket hoztak meg a települések vezetői. Felhívom figyelmüket arra, hogy mind a közösségi médiában, mind a YouTube csatornánkon követhetik az adásokat, a napi bejelentkezéseket. Iratkozzanak fel, hogy azonnal értesüljenek az új információkról. Továbbra is kérjük Önöket, hogy jutassanak el hozzánk olyan fotókat, vagy maximum félperces videókat, melyek arról szólnak, hogyan töltik a hétköznapokat a veszélyhelyzet idején. Küldjék el e-mailben, vagy privát üzenetben a közösségi oldalon. A lehetőségekhez mérten kérjük nevüket és településeket is küldjék el. Most pedig következzen a mai adás tartalma. Először a Pörög fel rovatunk kerül képernyőre, majd egészségünkre blokkunk következik, utána a lelki erőt láthatják. Ezt követően az orvos válaszol kerül képernyőre, adásunkat pedig, ahogy mostanában megszokhatták, a heti frisssel fogjuk zárni. Pörög fel, immár a 3. adás kérdéssorait követhetik nyomon a diákok. Arra kérjük a tanulókat, hogy kövessék a rovat címével azonos Facebook oldalt is, hiszen az elkészült és adásba küldött kérdéssorok itt megtalálhatók. De lehetőséget biztosítottunk a www.geminitv.hu oldalon a videók menüpont alatt is ezek megtekintésére. Kérünk benneteket, hogy a pörögfel2020@gmail.com e-mail címre küldjétek továbbra is a megoldásokat. A tárgyrovatba az iskolátok nevét és a települést írjátok be, így tudunk benneteket nagy biztonsággal beazonosítani. Ne felejtsétek el neveteket és osztályotokat is megjelölni. Mindenképpen csatoljátok a megoldásokat. Elárulok még egy nagy titkot is, Cili nénitől megkaptam az információt, és bizony nagyon sok ötös már az e-naplóban van. Most pedig következzen Cili néni home office-ból, több tantárgyból kaptok majd kérdéssorokat, és ezúttal a saját tantárgyát is becsempészi az adásba, mégpedig az énekzenét. Ne felejtsétek a beküldési határidőt, hiszen ez is nagyon fontos, ezúttal április 10-e, éjfél. Jó munkát kívánunk, Pörög fel! Szervusztok, kedves diákok! Köszöntelek benneteket a Pörög fel rovat újabb adásában. Az első tantárgy, melynek anyagából kérdéseket teszünk föl, az élővilághoz, a természetismerethez kapcsolódik. Jöjjenek hát a kérdések! 1. Milyen alapon rendszerezi a tudomány az élőlényeket? 2. Hogyan nevezzük a virágtalan növények törzsét? 3. Milyen osztályokat ismersz a puha testűek körében? 4. Melyik osztályba tartozik a házityúk? 5. kérdésünk, milyen állat a denevér? 6. kérdés, melyik állat a legapróbb emlős? 7. A növények melyik csoportjába tartozik a rozs? 8. kérdés, hová tartozik a napraforgó? 9. Mi az északi sarkvidék lakóinak nélkülözhetetlen házi állata? 10. kérdés.
Melyik a déli sarkvidék lakóinak jellegzetes madara? Most pedig egy kis utazásra hívlak benneteket. Keressük az állatokat. Először Afrikába járunk. Foltos bundájú macskaféle. Nagy testű, növényevő állat. Növényevő a lófélékhez tartozik. Kis termetű, gyakran két lábra állva őrködik. Most utazzunk egy másik földrészre, Ausztráliába. Hogyan hívják Ausztrália különleges vadkutyáját? Nevének második tagja emlős. Milyen emlős állatról lehet szó, aki élete nagy részét a vízben tölti? Ázsia a következő megálló. Ez az állat ránézésre a medvefélékre hasonlít, valójában a menyitfélék rokona. Foltos macskaféle, bundájának színe és mintája jól elrejti a Himalája havas sziklái közt. Utazásunk utolsó állomása Dél-Amerika. Szőre a világon a legértékesebb, sajnos emiatt csak nem kipusztították. Magányos állat termeszvárakat látogat, hogy éhségét csillapítsa. A következő óránk anyaga az életviteltantárgyhoz kapcsolódik. Egymást követően két táblázatot láttok majd a képernyőn. Nézzétek meg jól a táblázatokat, az ahhoz tartozó feladatokat. Olvassatok figyelmesen, és töltsétek helyesen a táblázatokat. Jöjjön az első táblázat. Gyűjtsem, kidobjam. Hulladék vagy szemét. Az alábbi tárgyakat helyezzétek el annak megfelelően, hogy újrahasznosíthatok, vagy nem. Csomagolódoboz, bébi ételes üveg, telefonkönyv, matrica, villanykörte, romlott hús, ásványvizes palack, szemüveg, samponos doboz, konzervdoboz, csoki papír, újságpapír, tükör, olajos haldoboza, indigó és zsíros papír. Most pedig jöjjön a második táblázat. Mit hova dobnál? Soroljátok be a megfelelő gyűjtőedénybe a felsorolt termékek elhasználásából keletkezett hulladékot az anyagfajták szerint. Műanyag, fém, üveg vagy papír. A termékek. Joghurt, alufólia, konzervdoboz, Nutella, mosogatószer, borosüveg, befőtt, fél literes kólás palack, dobozos üdítő, folpak, azaz frissen tartó fólia, dobozos sör, tojástartó, teljes doboz, lekvár, fémkupak, nejlontasak, boríték. Még egyszer elmondom a feladatot, nehogy félreérthető legyen. Soroljátok be, amit elmondtam, hulladékokat, vagy a termékek elhasználásából keletkező hulladékokat anyagfajták szerint a megfelelő helyre. A Pörög fel mai adását
énekórával zárjuk. Kérlek benneteket, hogy tapsoljatok majd velem a megadott ritmusban. Köszöntsük mi is ezzel a tapssal az egészségügyben, a kereskedelemben dolgozókat. És szóljon a taps azoknak, akik azon fáradoznak, hogy mi is mielőbb visszamehessünk az iskolába. Mielőbb újra együtt lehessünk, egy közösséget alkossunk. Jöjjön a feladat. Ahhoz kell most erő, hogy jó kedvünk legyen. Hát akkor hajtsuk végre a feladatot jó kedvűen. Kérek egy mosolyt. És most jöjjenek a ritmusok. Tapsoljunk együtt tákat. Jöhet a titi. És most úrja jöjjön a tá. És még egyszer gyorsuljunk, jöjjenek a titik. Köszönöm, hogy együtt mosolyogtunk. Köszönöm, hogy együtt tapsoltunk. Vigyázzon mindenki magára, legyetek nagyon ügyesek. Jó munkát kívánok. Viszontlátásra! Egészségünkre rovatunkban a mai alkalommal is Lót Kati teszi fel a kérdéseket dr. Szegő Péternek, az Orvos Intézet orvosigazgatójának, a mai témánk pedig a menedzser szűrés. Köszöntöm Önöket! Az állandó mókuskerék, a folyamatos stressz a szervezetre sincsen jó hatással. Ilyenkor eleinte a szervezet megpróbál alkalmazkodni, majd apró jelzéseket küld, majd hogyha ez sem válik be, akkor komolyabb problémák is kialakulhatnak. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Orvos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, hogyan lehet megelőzni azokat a problémákat, melyeket a szervezet generál, hogyha valamilyen probléma merül föl? Ha valamilyen túlzott stressz hatás éri, akkor arra a szervezetünk reagál, részben a vegetatív idegrendszerünkkel, részben pedig a hormonális rendszerünknek a változásaival, és ez magával vonz egy csomó olyan élettani változást, amik hát nem jó, hogyha fixálódnak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szervezetünk olyan üzemmódra áll át ilyenkor, mint hogyha folyamatosan mondjuk egy habzószájú csaholókutya elől futnánk, akkor is, hogyha éppen nem akarunk, akkor is, hogyha éppen mondjuk aludni kéne. És hát ennek vannak nem kívánatos következményei, ez hogyha folyamatosan magunknak okozzuk, mert a személyiségünk mondjuk alkalmas rá, meg még a környezetünk erre rátesz egy lapáttal, akkor előbb-utóbb azok az elváltozások, azok az élettani változások, amik ilyenkor bekövetkeznek, azok fixálódni tudnak, és akkor abból előbb-utóbb a szervezetünknek baja lesz, meggyújtottuk kvázi a másik oldalán is a gyertyát, és ebből sosincsen jó következmény. Mik azok a jelzések, amikre érdemes figyelni, illetve hogyan lehet megelőzni azt, hogy komolyabb baj alakuljon ki? Hát a jelzések, amikre figyelnünk kell, azok nagyon általános dolgok sajnos, tehát ilyenkor általában az illetőnek elkezd megemelkedni a vérnyomása, folyamatosan egy picit magasabb a pulzusszáma, meg tud emelkedni mondjuk a koleszterin szintje, egyéb vérképbeni eltérések, laborleletekbeni eltérések szoktak tudni jelentkezni, hogyha ha ez sok időn keresztül fennáll, akkor pedig előbb-utóbb szív- és érrendszeri eltéréseket fog tudni okozni, és a vércukorszint is egy picit mehet magasabbra idővel. Most ezeket azért érdemes látni, hogy ezek olyan dolgok, amiket azért nem feltétlen érzünk. Mondjuk, hogyha valaki krónikus kimerültségben szenved, akkor ő azért szokott arra panaszkodni, hogy fáradtabb, fáradékonyabb, illetve ami még jellegzetes szokott lenni, az, hogy megmagyarázhatatlan okból kifolyólag egy szédülése alakul ki annak, aki túlságosan hosszú időn keresztül nagy stressznek van kitéve. Most ezeket vagy figyelembe vesszük, vagy nem vesszük figyelembe. Ezek az emberek, akik veszélyeztetettek, ezek általában egy úgynevezett A-típusú személyiségbe tartoznak. Az A-típusú személyiség az, aki nehezebben nyugszik meg. Akkor sem tud lepörögni, amikor már nem érik ezek a környezeti hatások, és ők aztán azok, akik úgy gondolják, hogy
hogy az életvitelük az nem módosítható, az ő feladataik azok nem módosíthatóak, nem oszthatók széjjel, az egész világ mindenféle búját, baját a vállukon kell cipelniük. Igen, ők azok, akik széttárják a kezüket, hogy de hát mit tehetnék? De hát mit tehetnék? Ne stresszelj, de hát mit tehetnék? Ki csinálnám meg, ha nem én? Hát nem, egyszerűen képtelenek letenni a terhet, és hát sajnos a szervezetük előbb-utóbb ebből érdesmód kikészül. Hogyha nem figyelnek a jelzésekre, akkor mi az, ami mégis megállt parancsolhat ennek? Milyen olyan vizsgálatok lehetségesek, amelyek még időben észreveszik a problémát? Hát, hogyha valaki nagyon mélyen benne van ebben az egészben, akkor szinte semmi sem tud neki megállt parancsolni, bár azért egy infarktus-szerű mellkasi fájdalom, hogyha kialakul náluk előbb-utóbb, az legalább elgondolkodtatásra készteti azt, akinél ez kialakult. De hát, hogyha ezeket az embereket vizsgáljuk, akkor láthatóvá tehető, kimutathatóvá tehető az, hogy a krónikus stresszterhelés az ő szervezetükkel mit csinál. Itt elsősorban egyébként szív- és érrendszeri dolgokra kell gondolni. Tehát ezeknél a betegeknél általában valamiféle szívizomzati eltérést, illetve ér belfelszín, ér szerkezeti eltérést szoktunk találni. Általában azt találjuk, hogy egy picit magasabb már a vérnyomásuk, illetve hát a magasabb koleszterin szint, magasabb húgsav szint és egy picit magasabb vércukor szint, az még szintén általában velejárója ennek a dolognak. Most, hogyha ezeket az eltéréseket látjuk, és az illető valóban menedzser szűrésre jelentkezett azért, mert érzi azt, hogy a stressz, a krónikus stressz az nála rossz, akkor azért ezeket a problémákat megjelenítve azért lehet hatni az illetőre, úgyhogy hogy szervezze át az életét, mert hosszú távon ebből hátránya fog származni. Ugye az A-típus, azt mondta? A-típusú személyiség. A-típusú személyiség, ugye valószínűleg nem figyel az apró jelekre, tehát lehet, hogy bizonyos munkakörökben, vagy bizonyos felelősségi kör fölött mindenkinek ajánlott lenne a menedzser szűrés. Ez nagyjából így van, igen, és egyébként szokták is igénybe venni azok, akik ilyen munkakörben dolgoznak, hiszen most túl azon, hogy saját magára sincsen ideje figyelni, és szó szerint meghalni sincsen ideje az illetőnek. Aj, de rosszul hangzik ez. Igen, azért az interneten mégiscsak keresgél, azért az ismerőseivel mégiscsak beszélget, és ők azért elmondják azt, hogy ebből lehet neki problémája, látják azt, hogy milyen spirálban van, és felhívják a figyelmét arra, hogy ellenőriztesse az egészségi állapotát, mert ebből hosszú távon lehet baja. Milyen gyakran érdemes egy ilyen menedzser szűrésen részt venni azoknak, akik ilyen munkakörben élnek, és a rendszeres stressznek vannak kitéve? Hát évente egyszer mindenféleképpen. De én azt mondanám, hogy egy életben egyszer mindenféleképpen, mert azok az emberek, akik ilyen munkakörben élnek, azok az első lépésként erre kell, hogy elszánják magukat, hogy egy életben egyszer átnézessék magukat. Miből áll ez a menedzser szűrés? Ez nagyon sokféle vizsgálatból áll, ugye standard körülmények között laborvizsgálat, belgyógyászati jellegű vizsgálat, kardiológiai szakvizsgálat és különféle képalkotók tartoznak ide. Illetve, hogyha ha a szűrésre jelentkező embernek valamilyen egyéb panasza van, vagy a kórelőzményéből, vagy a családjából valami egyéb betegségre lehetőség adódik, akkor ebbe az irányba szoktunk még kiegészíteni a vizsgálatokat. Tehát ez egy nagyon komplex és nagyon személyre szabott vizsgálati sor. És ezt gyorsan meg lehet csinálni, tehát nem kell hónapokig várni ezekre a vizsgálatokra. És ez azoknak, akik érintettek ebben az állapotban, elég jelentős hangsúlyt képvisel. És hát ami még egy csimboraszója a dolognak, hogy ugye ez nem azzal zárul, hogy itt van a lelet, menjen Isten hírével, hanem ezt elég részletesen át szoktuk tárgyalni, amiket találtunk, és aztán utána az illető kap olyan tanácsokat, vagy adott esetben olyan kezelést, ami azért mégiscsak az ő élethosszát és életminőségét az hosszú távon garantálni fogja. Hát akár életmentő is lehet egy-egy menedzser szűrés. Hát lehet olyan elváltozásokba belefutni, amire tudjuk azt mondani, hogy ha ezt a szűrést mondjuk 5-6 évvel korábban csinálta volna, akkor meg tudtuk volna előzni azt, ami kialakult, így viszont csak kezelni tudjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Az orvos válaszol rovatunkban dr. Misut Gábor Monori felnőtt házi orvossal a koronavírussal kapcsolatos félreértéseket igyekszünk tisztázni. Jó tanácsokkal, hasznos információkkal látjuk el Önöket ezúttal is.
Kedves nézőink, ismételten szeretettel köszöntöm Önöket, dr. Misut Gábor Monori felnőtt házi orvos a vendégem ma is, és tovább tájékoztatjuk Önöket a kialakult vírus helyzettel, veszélyhelyzettel kapcsolatban. Szeretettel köszöntelek. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy hasznos volt a múltkori beszélgetésünk, és hát igyekszem most is. Megpróbálok egy kicsit helyi sajátosságokra oda koncentrálva beszélni, illetve válaszolni a kérdéseidre. A mai alkalommal megpróbáljuk egy picit ezt az új típusú koronavírust körbejárni. Szó lesz majd arról, hogy hogyan, miképpen terjed, hogyan kell megelőzni, ugye megint visszatérünk majd Gáborral a helyes kézmosás technikájára, de én arra is kíváncsi leszek, hogy vajon kérhet-e egy munkáltató negatív tesztet öntől, mint munkavállalótól. De, hogy ne haladjak ennyire előre a mai beszélgetés során, Gábor, mit kell tudnunk a vírusról? Próbáljuk meg átadni ezt az infót úgy, hogy otthon a nézők is értsék. Értem. Jó, hát én itt különböző mikrobiológiai dolgokban nem mennék bele. Azt kell tenni, ez egy RNS vírus, ennek több fajtája van. Jelenleg ez a COVID-19, ami ugye a fertőző, és az összes tünetet, illetve súlyos tüneteket, ne adj Isten, halált is okozhat. Tehát ennek a járványát éljük most. Én erről többet nem nagyon szeretnék beszélni, inkább arról, hogy azt tudni kell, ugye beszéltünk itt a múltkori adásban a távdiagnosztikáról. Na most erről a vírusról ugye az elsősorban légúti, tehát légúton terjed, légutak által, tehát a tüsszentéssel, kőgéssel, különböző váladékokkal, nyárral, orváradékkal, tehát elsődlegesen így terjed. Ezért ajánlott a maszknak a viselése. Mindenkinek ajánlott a maszk viselése, ha már így itt járunk? Megmondom őszintén, bizonyos helyzetekben mindenkinek. Tehát közösségben, áruházakban, orvosi rendelőben, pályaudvarokon, tömegközlekedési eszközön, én mindenképpen ajánlanám. Hallottam ugye többektől, hogy ilyen maszk, olyan maszk, stb. Na most, amit tudni kell, hogy itt, amit általában javasolnak, ez a szokványos sebészi maszk. Erre is ugye van, aki azt mondja, hogy keveset véd, nem véd. Van, aki azzal védekezik, hogy ez csak másokat véd. Na most, ha másokat véd, akkor természetes, hogy nekem is föl kell tennem, mert az is a célom, hogy ne csak magamat, másokat is védjek. De tehát 100%-os védelmet nyilván egyik maszk sem nyújt, de mindenképpen jelentősen csökkenti a fertőzésnek a veszélyét. Hogyan tudom én azt megelőzni, hogy és vigyázni saját magamra, meg a családtagjaimra, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsem a találkozást ezzel a vírussal, a maszkon kívül? Na most ugye beszéltük azt, hogy ugye a hordozók. Tehát hordozó azt tulajdonképpen bárki lehet, és hogyha igazából védekezni akarunk, akkor mindenkit úgy tekintünk, mint a hordozó volna. Tehát vele szembe is ugye alkalmazzuk a higiénés szabályokat. Tehát lehetőség szerint azért kerüljük a közvetlen kontaktust, ugye amit mondanak a kézfogás, ölelés, puszi, stb. Mert ezek által mindenképpen fertőződhetünk. Nagyon lényeges az, hogy ha lehetséges, akkor megfelelő távolságot tartsunk. Mi most nagyon jól tartjuk, ugye? Körülbelül ez a távolság, ez megfelelő, tehát a 1,5-2 métert mondanak, ahol azért nem feltétlen kerülünk olyan kontaktusba a másiknak a kilégzett levegével, ezáltal kilégzett kórokozókkal, tehát ezzel is tudjuk csökkenteni. Azon kívül az, hogy ha betartanánk az egyszerű kézmosást, tehát az, hogy amikor bizonyos, tehát bárki, hogyha hazamegy, benn van valami intézményben, vásárol, utca, tömegközlekedés, stb., hogy utána kezet mos.
Elsősorban ugye az egyszerű szappanos kézmosás is rettentő sokat számít. Már filmeket is vetítenek a tévében különböző szempontban, hogy hogyan mossunk kezet. Tehát nagyon lényeges, hogy minden oldalról megfelelő mennyiségű mosószerrel megfelelő ideig. Tehát erre mindenképpen fordítsunk nagy gondot. Ezen kívül természetesen különböző fertőtlenítő szereket is lehet használni. Kézfertőtlenítők, ami az első felvásárlás időszakában ugye nem lehetett kapni se drogériákba, se áruházat, tehát nem lehetett kapni se az illatszerboltokban, se a patikákban. Én úgy látom, hogy most már ezek elérhetőek. Egyébként, hogyha valaki tényleg nem tud beszerezni ilyet, azért erősítsük meg, hogy a sima szappan, a folyékony szappan teljesen tökéletes. Hát nagyon sokat számít a védekezés szempontjából. Tehát, hogyha valaki a sima, egyszerű szappannal tisztességgel megmossa a kezét, vigyázz arra, hogy ne használjanak egy törölközőt sokan. Tehát személyenként legyen mindenkinek a kéztörlője, egyéb törölközője. Rengeteget tudunk ezzel a vírus terjedését fogni. Tehát nagyon sokat tudjuk. Tehát meg tudjuk gátolni nagyon sok szempontból, hogy akár a vírus, akár más baktériumok is terjedjenek. Most bizonyos helyekre ugye az ember fölvesz kesztyűt is, de hát azért lehet kapni most már gumikesztyűt, tehát olyan helyen, ahol sok ember fordul elő, nagyobb a fertőzés veszély, tehát tömegközlekedési eszközök, áruházak, ugye, amit sokan nem vesznek figyelembe, hogy mennyire fertőző forrás lehet, ugyanígy a rendelő. Itt nyilvánvalóan, hogyha kesztyűt használunk, akkor az tovább csökkenti a fertőzésnek a veszélyét. És akkor itt hívom fel a figyelmünket, és remélem, hogy Gábor meg fog erősíteni, hogy bizonyos gyümölcsök megmosása sem olyan nagyon ártalmas, ezt COVID nélkül is bőségesen ajánlják az orvosok, ugye jól gondolom? Igen, ezt én elmondtam, hogy tulajdonképpen itt a járvánnyal kapcsolatban rettentő sok intézkedés, ugye napvilágot látott, de hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, mondhatjuk azt, hogy ennek jelentős részét vírus és járvány nélkül is be kéne, hogy tartsuk a mindennapi életben. Lépjünk tovább. Ugye volt egy időszak, amikor a kommunikációban azt hallhattuk, hogy az idősebb korosztálya 60-65 év és felettiekre nagyon-nagyon veszélyes. Ma már tiszti főorvosasszony is úgy nyilatkozott, hogy igazából nincsen olyan korosztály, aki ezt a vírust nem kaphatná el. De mégis az idősek a legveszélyeztetettebbek. Gábor, miért? Most ez abszolút egyetértek, hogy ez a vírus gyakorlatilag minden korosztályt érint. Na most a vírus az tulajdonképpen úgy működik, hogy erre igazából kifejezett gyógyszer nincsen. Tehát az elsődleges az, hogy a szervezetnek az immunrendszere kell, hogy ezt a ugye, vírust leküzdje. Ezt nyilvánvaló különböző vitaminokkal, a szervezet roborálásával tudjuk javítani. Tehát az antibiotikumok például teljesen hatástalanok ebben az esetben, és egy átlagos fertőzésnél nincs is erre szükség. Tehát ugye statisztikákat azt látunk minden szempontból, azt tudni kell, hogy a vírusfertőzésnek az egy nagy része az enyhe vagy súlyos, vagy középsúlyos formában zajlik, tehát ahol azért enyhébb tünetek vannak, lázzal, fáradtsággal, különböző légúti problémákkal, esetleg egy enyhe tüdőgyulladással járnak. Tehát a vírusfertőzések zöme az ilyen formában fog lezajlani. Na most nyilvánvaló, hogy ugye egyrészt az idősebb korosztály, de hát ugye az idősebb korosztály is ugye arról szól, hogy mindenkinek van egy kronológia, meg biológiai kora, tehát azért egy sportos, jókarban levő ember azért az idősebben sem annyira fogékony a betegségekkel szemben. Viszont, ami mondjuk nem az idősekre vonatkozik, és ugye a magas vérnyomás, cukorbetegség, egyéb krónikus tüdőbetegség, ugye eléggé elharapozódtak, tehát ez viszont, ha nem kell, hogy valaki idős legyen, ugyanúgy sokkal jobban veszélyezteti az ő egészségi állapotát egy társuló vírusfertőzés az alapbetegségekkel együtt.
Beszéljünk egy picit a lappangási időről, mert azért itt is terjed a neten minden, ami kifér a csövön. Van, aki egy hónapról beszél, van, aki 14 napról, van, aki azt mondja, hogy ó, hát gyerekek, 2 nap alatt kész voltunk ezzel a dologgal. Mit kell erről hivatalosan tudni, tehát mi az az orvosi álláspont? Hát a hivatalos álláspont az, hogy zömében 2 napot mondanak lappangási időnek, de a 14 napon belülit fogadják el. Tehát nyilvánvaló, hogy a hatóság is ezért határozta meg a 14 napot a karanténban, hogy addig, hogyha valaki fertőzött, akkor az esetek nagyon nagy részében, természetesen nem 100%, de nagyon nagy részében előjönnek a tünetek. Még ehhez valamit szeretném mondani? Ha nem, akkor, nem igazán, akkor folytassuk nem a beszélgetést. Igazán, tehát gyakorlatilag szerintem ez elég. Tehát a 2-5 nap az átlag, de 14 napon belül, és ugye ez a karanténnak az ideje. Olyan sokszor emlegettük az elmúlt 2 hétben a www.koronavírus.gov.hu oldalt, hogy szerintem már önök is kívülről fújják. Ennek a legalján van 2 darab telefonszám, ez a 0680 277 455 és a 0680 277 456. Ezeken a telefonszámokon lehet segítséget kérni, információhoz jutni annak, aki úgy érzi, hogy. De ezen felül itt vannak még a mi szeretett házi orvosaink, és természetesen, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon rosszul érzi magát, akkor 112 vagy 104, ugye az előbbi a központi segélyhívószám, az utóbbi az pedig a mentőknél csöng, bár lehet, hogy egy helyen vannak. Ebbe én most nem mennék bele. Úgy érzem magamat, hogy nagyon kapar a torkom, nagyon sokat tüsszögök, és nagyon-nagyon fáj odabent, mintha tüdőgyulladásom lenne, azért egy-ketten átestünk már nem egy-nem két tüdőgyulladáson, tehát tudjuk, hogy milyen tünetek vannak. Jól be is lázasodtam, hogy jól érezzem magamat teljesen. Megérkezik mondjuk hozzád a hívás, mert sikerül utolérni, és éppen velem tudsz foglalkozni. Onnantól kezdve mi történik, Gábor? Igen. Na most hivatalosan kiadták a házi orvosoknak az úgynevezett checklistát, ami alapján akár telefonos konzultáció kapcsán is fel lehet állítani távlatilag, hogy gyanús a vírusfertőzésre az adott beteg, vagy személy, vagy sem. Tehát itt ugye tulajdonképpen azok a kérdések merülnek föl, amit szintén láttam már több helyet, ugye a médiában és a tévében is szerepel, hogy először arra rákérdezünk mindenképpen, hogy milyen tünetei vannak a betegnek. Itt elsődlegesen a magas láz, ami mérvadó, tehát a 38 vagy a fölötti láz, a köhögés, ami lehet a zömében a vírusra jellemzően száraz köhögés, illetve, hogyha komolyabb légszom légzési nehézség lép föl. Tehát ha ezek valamelyikkel jelentkezik, és hangsúlyoznám, hogy ez már akkor a gyanúnak egy része, mert ugye úgy van ez a lista, hogy ez a tünetek valamelyike, és ha ehhez társul az, hogy az adott személy 14 napon belül, most már mondhatjuk úgy, hogy külföldön járt, mert ugye a lezárás miatt ugye ez minden, tehát bárhol külföldön járt, vagy pedig az társul hozzá, hogy 14 napon belül, teszem azt mondjuk, egy kontakt volt, tehát találkozott igazoltan, vagy komolyan feltételezett koronavírus személlyel, akkor többnyire ezt a beteget gyanúsnak kell nyilvánítanunk, hogyha fönnáll mondjuk a 3 tünetek egyike, és az, hogy kontaktusba kerülhetett ilyen beteggel, vagy külföldről jött haza. Ezt akkor nekünk haladéktalanul jelenteni kell az ANTS felé, tehát a hatóság felé, hogy egy ilyen beteggel van kapcsolatunk, és annak megfelelően, hogy a beteg állapota milyen, na ehhez, szóval ilyenkor jön elő az, hogy az adott beteg azért keres engem, mert azért valamennyire ismerjük, tehát tudom, hogy vannak-e társbetegségei, krónikus betegségei, hogy mi várható esetlegesen. Ugye én nem mehetek ki akutan légúti fertőzött beteghez, mert ha én oda kimentem, attól kezdve a 2 hét nekem jár karanténban. Ilyenkor vagy a mentőszolgálatot kell értesítenem, ahol szintén ki fogják kérdezni a beteget. Nyilvánvaló, ha súlyosak a légúti tünetei, akkor a megfelelő kórházba el fogják szállítani.
Ha nem, akkor pedig afelől intézkednek, hogy kell-e karantén, vagy nem kell. De az ANTS feletett bejelentés ezt elindítja, ezt a folyamatot, és a hatóság fog intézkedni. Ezt is hangsúlyozom. Tehát nem én döntöm el, hogy mintát vetetek, karanténba teszem, mit csinálok. Nekem az a dolgom, hogy ezt fölmérem, eldöntöm, hogy melyik kategóriába tartozik a beteg, és utána a hatóságnak az utasítását betartom. Ezen kívül, hogyha ilyen tünetek jelentkeznek, és a beteg nem éri el a háziorvosát, vagy ügyeleti idő, vagy hétvége, vagy bármi van, akkor is hívhatja a mentőszolgálatot, ott ugyanígy ki fogják a checklista alapján kérdezni, és a továbbiakat ők fogják megoldani. Nekik van speciálisan védőfelszerelésen ellátott mentőegységük, aki be tudja szállítani anélkül a feltételezett fertőzöttet, hogy bármi egyéb következménye legyen a dolognak. Ha már a védőfelszerelést szóba hoztad, bár későbbiekben majd erről szeretném, hogyha külön is beszélgetnénk, neked megvan-e minden ilyen típusú felszerelésed? Hát gyakorlatilag maszkkal azzal el vagyunk látva, ilyennel is, illetve hát a komolyabb FFP3-as maszkom is van. Ezen kívül még a védőfelszereléshez, ha ugye hozzáveszünk, akkor védőszemüveg és gumikesztyű, valamint egyszer használatos ruha is tartozna. Hát ez a ruha még nincs meg, tehát az, ami megfelelően cipzáros zárható, ami ilyen járványügyi beavatkozásoknál járna, de zömében rendelkezünk a védőfelszereléssel. Köszönöm szépen, és akkor a mai beszélgetésünk során elérkeztünk az utolsó előtti kérdéshez. Ugye említettem, hogy kíváncsi leszek doktor úrtól arra a válaszra, hogy munkahelyen kérhetik-e tőlem azt, hogy én vigyek egy negatív tesztet, hogy nem vagyok koronavírusos beteg. Hát ilyenre van lehetőség, mert fogunk mi még a tesztelésről beszélgetni a későbbiekben, de azért azt gondolom, hogyha minden munkavállaló, aki nálad van, mindenkinek el kéne végezni, akkor az életben nem tudnál rendelni. Ez is igaz. A másik az, hogy erre vonatkozik az, hogy a járványügyi szerveknek az utasítása, amit megint előtérbe helyezek. Tehát amennyiben szükséges, a járványügyi szerv el fogja végeztetni a tesztvizsgálatot. Egy munkáltatónak semmiképp nincs joga ezt kérni, mert ez ugyanis nem járványügyi szempont. Tehát az, hogy most egy tesztet valakinél csinálnak vagy nem csinálnak, azt bízzuk a hatóságra. Egy, kettő. Azt is figyelembe kell venni, hogy egyrészt a tesztekről is terjengenek mindenféle hírek, hogy ennyi százalékos, annyi százalékos. Nyilvánvalóan megbízható teszteket alkalmaznak, nyilvánvalóan ennek azért megvan az áruk, amit ugye a megfelelő időben és a megfelelő diagnosztikához kell felhasználni. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy az ilyen kalózkodások, az ilyen egyéni megnyilvánulások járványügyi szempontból semmisképp nem pozitívak. Gábor, arra kérlek, hogy a mai beszélgetés során is erősítsük meg nem csak a te betegeidet, hanem a monoriakat, vagy akár a környékbelieket, hogy azért alapvetően a házi orvosok elérhetőek, fel tudják venni velük a kapcsolatot, és rendelkezésükre álltok a betegeknek. Ez így van. Mondom, az az egy probléma van, hogy rengetegen telefonálnak. Egyszerre vannak a telefonok. Én egyszerre egy beteggel tudok beszélni. Van, akivel a kikérdezés, a beszélgetés, az ellátás telefonon keresztül kicsit időigényesebb. De én azt hiszem, hogy azért ez kicsit azért rendeződni fog, tehát ha most nem maradt volna itt ki pont a sűrűjében egy hét rendelésem, bár az alatt az idő alatt is naponta legalább 100-150 telefont bonyolítottam, és igyekeztem rendelkezésre állni és intézni a betegeket tanáccsal, stb. Ellátni. Ez valahol rendeződni fog. Én azt kérném mindenkitől tisztelettel, hogy türelmük legyen, akkor telefonáljanak, amikor probléma van, ha halasztható az ügy, akkor ezt is meg tudjuk velük beszélni. Tehát ha a gyógyszerfelírás mondjuk nem prompt ma kell, hanem egy héten belül, akkor ezt mi el tudjuk osztani, és sokkal, sokkal gördülékenyebb lenne a dolog, és igyekszünk mindenkit ellátni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Kedves nézőink, dr. Misut Gábor házi orvos volt a vendégem, és fogjuk mi még ezt a beszélgetést folytatni. A következő
kis műsorunkban szeretnénk kitérni arra, hogy hogyan, miképpen kell eljárnunk gyógyszerfelírás tekintetében most itt a veszélyhelyzetnél. Mi van akkor, hogyha éppen egy adott gyógyszerből hiánycikk alakul ki? Mit kell tenniük a táppénzen lévőknek? Hogyan tudnak a táppénzes papírhoz hozzájutni? De szóba fog kerülni, azt gondolom, hogy az idősek mit tehetnek külön, egy kicsit hogy turbózhatják fel az immunrendszerünket. Remélem, hogy legközelebb is velünk tartanak. Addig is viszontlátásra. Lelki erő elnevezésű műsorrészünk második alkalommal kerül képernyőre. Ahogy egy héttel ezelőtt is jeleztem, valamennyi monori lelkésznek felajánlottuk a lehetőséget, hogy a tévét néző híveknek el tudják juttatni ige hirdetéseiket. Matúz József baptista lelkész és Sánta József evangélikus lelkész gondolatait tolmácsoljuk a következő fél órában. Szeretettel köszöntöm a Gemini Televízió nézőit. A baptista, mondani baptista gyülekezet lelkipásztoraként néhány szót szeretnék szólni, üzenetet átadni, bátorításként megszólalni a televízió nézői felé. Karácsony előtt történt. A gyülekezetünk egyik kedves tagja balesetet szenvedett. Kiderült, hogy szomnyaktörés, amit elszenved. Műtét, több hét fekvés, gyógytorna, és aztán majd járni tanulás sora várta őt, és minden átértékelődött benne és a családjában is, ami az ünnepre készülésben előtte ott volt már bennem. Hogy mit jelent a család, a rend, a konyha kezelése, mit jelent segítséget adni, vagy segítséget fogadni, támogatottnak lenni. És mi, akik hallottunk erről a hírről, kívülállóként kifejeztük a sajnálatunkat, az együttérzésünket, igyekeztünk a támogatásunkról biztosítani őt, és közben hálát adtunk azért, hogy a mi lábunk egészséges tudunk járni. Neki mindenképpen átalakult az ünnepe akkor. Most, amikor nem vagyunk kívülállók, hanem mindnyájunk ünnepe átalakulóban van, vagy mondhatjuk, hogy átalakult. Másképpen indulunk, másképpen készülünk, nem vagyunk immáron kívülállók. Éppen ezért, miközben az összezártságot, a karantént, a kijárási korlátozást éljük meg a veszélyhelyzetben, többszörös módon felhívást kapunk arra, hogy védekezzünk, hogy védjük magunkat és védjük a szeretteinket, hogy a fertőzésnek a kockázatát minél inkább csökkentsük, és összefoglalóan vigyázzunk egymásra. A lelkipásztori szolgálatnak a lehetősége is átértékelődnek. És a gyülekezetünknek a Facebook oldalára igyekszem minden nap egy-egy igeverset, a Bibliának egy-egy mondatát, és hozzá kapcsolódóan két-három gondolatot föltenni, hogy akik azt olvassák, abból lelki bátorítást, üzenetet nyerhessenek. Ilyen módon tartjuk a kapcsolatot egymással. A minap választottam a 139. Zsoltárnak egy mondatát, és olvasom a hosszabb szakaszt, és kiemelem majd azt az egy mondatot, amit választottam. Így hangzik Istennek igéje. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. A kiemelt mondat így hangzik,
Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Azért választottam ezt a mondatát a 139. Zsoltárnak, mert egy nagyon speciális karantén, egy egyedi bezártság, egy vállalt, mondhatom, hogy örömmel vállalt körbefogottságról beszél. Lehet ilyen? Fakadhat valami jó ebből a bezártságból, amiben éppen mi magunk is most vagyunk? Adhat ez valami többletet számunkra? Okok helyett, kiváltó okok helyett jó, hogyha a célt keressük, hogy mivé lehetünk, hogy miért, milyen irányba mozdulhatunk, mivé változhatunk ez alatt az idő alatt. Mert a körülmények mindenképpen megváltoztak, ezt hitbeli meggyőződéstől függetlenül kimondhatjuk és vállalhatjuk, de a kérdés úgy szól, hogy a változó körülményekben én magam mivé változhatok, mivé kell változnunk. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, Uram. Azt szeretném először kiemelni, hogy a napjaink megkülönböztetésében van feladatunk. Egy kedves idős bácsi kérdése visszatérően hangzott így, hogy ma szerda van már? És azért tette föl így a kérdést, mert a házi csoportos, kisközösséges találkozásuknak a szerda délután volt az időpontja. És egykor én mosolyogtam, hogy hát idős kora miatt nem is tudja már, hogy milyen napot él meg, ezért telefonon kér segítséget másoktól, hogy ma már szerda van. Most meg magamat találom ebben, hogy egyformává válnak a napok. És ezért, éppen ezért kellenek a megkülönböztetések, kellenek az ünnepnapok, hogy legyen ritmusa, legyen rendje a hétnek, a létnek, az életnek. Hogy élettel telítődjön egy-egy nap. Hála érte, hogy tarthatjuk a kapcsolatot telefonon, interneten, vagy éppen most a televízión keresztül is. És ha van az ismerősi családi körünkben, akinek születésnapja, vagy névnapja van, vagy a családi évfordulókat élhetjük meg, vagy nemzeti ünnepeinket élhetjük közösen meg, akkor ezek az ünnepnapok határkövet és ritmust adnak nekünk. Húsvét közeledik, virágvasárnap előtt vagyunk. Minden egyes hétnek a meghatározó napja a vasárnap, a feltámadás napja, az Úr napja. Akkor is, ha a templom ajtajai zárva vannak. Ez a nap, mármint a vasárnap, a találkozásé, a kegyelemnyerésnek a napja, a megtisztulásnak az ideje. Annak a meghirdetése és átélése rádöbben és újra, hogy Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. Kérlek, kedves televíziónéző, hogy keress ilyen határköveket, és ismert fel ennek az áldó, segítséget jelentő, ritmust adó voltát. Keres közösséget, használd fel a mostani kor adta lehetőségeket. Ne váljanak kötelezően egyformává a napok. Minden oldalról körülfogtál, körbezártál, zárva vagyok, kezedet rajtam tartod, Uram. Mit lehet ezzel kezdeni most? Nem csak a hétnek a napjait jó, ha megkülönböztetjük egymástól tudatosan, hanem egy napon belül is igyekszünk a jó időbeosztásra. Hiszen elindulások és megérkezések ritmusa adja egy-egy napunkat. És most nem tudunk elindulni, vagy nem tudunk megérkezni otthonról, az iskolába, munkahelyre, családlátogatásra. Lelki pásztorként is ezt élem meg, hogy elindulhatnék, de nem lehet, vagy nincs kihez, vagy veszélyt adnék másnak, és nem tudok onnan emiatt hazaérkezni sem. A Zsoltár így mondta, hogy szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. És miközben nem indulunk el otthonainkból, vagy igyekszünk ezt korlátozni, minimalizálni, és nem érkezünk ezért vissza sem, úgy tűnik, mint a szabadon gazdálkodhatnánk egy napon belül az időnkkel. Home office, mondják. Otthon dolgozok. És sokan teszik ezt, akiknek van otthoni munkájuk, vagy lehetőségük erre, úgy, hogy közben otthon van a család, legalábbis a gyermekek mindenképp, vagy fordítva, úgy várnám, hogy
érkezzék az unoka, de nem lehet, látogatóban nem érkezik. Vagy ha érkezik a gyermekem időskoruként, akkor csak az ajtóban adja át a csomagot számomra. És miközben úgy tűnik tehát éppen ezekből fakadóan, hogy az időmmel, egy napom beosztásával szabadon gazdálkodok, kiderül, hogy olyan könnyen egybefolynak az események. Keressük hát a kapaszkodókat, keressük hát azt, hogy mik a lényegi dolgok egy-egy napunkban, hogy beleférjen valóban minden, hogy ne összefolyjon, ránk ömöljön és káoszt okozzon. Keressük a rendet egy napon belül is. Egy professzor állt ki egykor a diákja jelé egy üveggel, és közben különböző zacskókat pakolt ki, és előbb beletette a nagyobb kavicsokat, köveket, aztán a kisebbeket, és minden egyes új betöltés előtt megkérdezte a diákjaitól, hogy vajon fér-e még több ebbe az adott tégelybe. És amikor azt látták először, hogy tele van a nagykövekkel, akkor azt mondták, hogy nem fér bele több, de amikor a kisebbeket szórtak közé, akkor újra feltett kérdésre azt válaszolták a diákok, hogy hát persze, fér még ebbe még más is. Egyre apróbb, és a végén a folyadék, amit töltött a professzor. De aztán a kérdés úgy hangzott a tanár részéről, hogy diákok, mi ennek a tanulsága? És akkor lelkesen jelentkezett valaki azt felelve, hogy az a tanulság, hogy nincs olyan sűrű beosztással megélt napunk, amit ne lehetne még inkább zsúfoltá tenni. Csak jól kell ezt csinálni. És a válasz így hangzott, hogy nem erről szól a kísérlet, hanem arról, hogyha előbb nem a nagy köveket helyezzük el ebbe a tégelybe, akkor nem fog beleférni később, amikor a kisebbeket tettük hamarabb. Szóval, hogy először a lényegi dolgot, a nagyobb elemeket, ami nekünk fontos, ami értéket képvisel, azt helyezzük bele életünk tégelyébe, vagy a napunk időkeretében, hogy aztán helye legyen, rendje legyen minden másnak is. Mi számít lényeginek egy-egy napunkban? Mi az, amit nem hagynánk el semmiképpen? A hívő ember azt mondja, hogy Istennel való kapcsolata ilyen, hogy keresi, hogy megáll Isten színe előtt, otthonában, családtagjaival, kezébe veszi a Szentírást, a Bibliát, elmélkedik azon, amit olvas, és imádságban választod arra, amit megértett abból. Bárcsak a bezártság, a minden oldalról körülfogottság jelenteni ezt is, hogy a lényegi dolgainkra rákérdez most ez az időszak, és azon belül maga Isten, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami igazán lényeges, mi az, aminek az elvesztését nem szeretnénk megélni semmiképpen, vagy amit eddig lényeginek tartottunk, és most elvesztődni látszik, hogy tudjuk megélni, mit kapunk helyette, mi az, ami felülírja ezt a veszteséget. Kapaszkodókat keresünk tehát, miközben a hetünket és a héten belül a napjainkat gondoljuk újra, írjuk át, keressük a kapaszkodókat. Kellenek a józanító szavak. Gyökösi Endre írja azt le egy történetben, amikor a buszsofőr, aki előbbre látott az utasoknál, érzékelve azt, hogy olyan útszakasz következik, ami felújítás vagy a tönkrement állapota miatt rázós lesz, akkor a mikrofonba ezt mondta ez a buszsofőr, hogy tessék kapaszkodni. Tessék kapaszkodni. És voltak, akik komolyan vették ezt a felhívást, és megkapaszkodtak, és voltak, akik legyintettek, hogy nem számít ez. És a kapaszkodók sérülésmentesen, vagy saját lábukon megállva vészelték át a rázós útszakaszt, akik pedig figyelmen kívül hagyták a figyelmeztető szót, azok bajba kerültek a saját döntéseik miatt. Hát hadd mondjam most én is, miközben azt hirdetem, hogy igaz a Zsoltárnak a szava, hogy minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, hogy tessék kapaszkodni. Valamilyen mindenképpen kapaszkodunk most is. Miközben a lényegi dolgainkat keressük, a napunkat, meg a hetünk ritmusát igyekszünk beállítani. Vannak jó szándékú segítők körülöttünk, és kiderül, hogy az emberi segítség értékelése mellett és felett
többre vágyunk, mennyei segítségadásra szomjazunk. Egy nyári gyerektáborban azt kértük a résztvevőktől, hogy álljanak körbe. És egy önkéntest kijelöltünk arra, hogy a kör közepére álljon. Talán a szemét is bekötöttük, de mindenképpen azt kértük tőle, hogy a karjait, a kezét azt a teste mellett, a törzse mellett tartsa, vagy legfeljebb maga elé tegye ki. És a körülötte álló többi gyermektől pedig ugyanezt kértük, hogy a kezét tartsa előre, és a középen álló engedje magát megtartani. Dőljön el nyugodtan, hiszen a kör kicsi, az átmérője kicsi, meg fogjuk tartani. Dőlj el nyugodtan, és hát hol egyik, hol másik körbeálló gyermek, fiatal volt az, akinek megtartania kellett ezt az eldőlő önkéntest. A tapasztalat az volt, hogy nehéz, először nagyon nehéz megbízni a másikban. Aztán kiderül, hogy megtartani tudnak, ha sokan vesznek körbe. Kiderül, hogy ilyen megtartásra, ilyen kapaszkodóra, ilyen állva maradásra vágyódunk, erre van szükségünk. Azt mondja ez a Zsoltár részlet, hogy ez a tudás, ez a felismerés csodálatos nekem, igen magas, nem tudom felfogni. Az emberi kezek érintése, amikor most nem történhet meg. Isten érintő közelsége, körbefogó támogatása, amit megérhetünk. És miközben kapaszkodót keresünk, és valljuk, hogy többre vágyunk, mint emberi kezek érintésére, miközben megéljük a napunk, meg a hetünk átrendeződését, egyetlen záró mondatot, üzenetet hadd mondjak, és hadd fejtsek ki, ez pedig így szól, hogy belülről más. Belülről más. Hogy minőségében eltérő. Mire is gondolok? Kérdeztem a családomat arról, hogy miről beszéljek ma itt a Gemini TV felvétele során, és szólt a bölcs válasz, lelkész család gyermekei részről, hogy Istenről. Hát mondom, nagyszerű ez a felelet, de meg a védekezésről, a védettségről, de mondtam, hogy azért tudjátok ti is, hogy egy hívő ember is lehet náthás is, törheti el a szomnyakcsontját, szomnyaktörés szenvedhet el, csontját törheti, infarktus kaphat, ilyen módon a betegségektől és ettől a vírustól sem védett kötelezően. Mondták, hogy persze, persze, hát tudják ezt ők is, de mégis más belülről, azaz, hogy hívőként Isten oltalmazó karjaiban tudom magunkat megélni, ugyanazt a fájdalmat, ugyanazt a szenvedést, ugyanazt a veszélyeztetettséget, mint Isten közelsége hiányában. Belülről más, nem vagy egyedül. Ez egy hitbeli meggyőződés, ez egy boldog felismerés, hogy nem vagyok elfelejtve, magamra hagyva, kiszolgáltatva, még ha ez kívülről nem is tűnik feltétlenül fel. Belülről akkor is más. Egy művész ábrázolta a 10 parancsolatot úgy, hogy a földből kiemelkedő két kéz, mint 10 ujja volt látható, és a különlegessége az volt ennek a képnek, ennek a művészi alkotásnak, hogy a 10 új kívülről érdes, kevésbé megmunkált, csiszolt, kiépített volt, ellenben belülről a tenyér felől az ujjak nagyon kidolgozottak, érdességtől mentesek, sima felületűek lettek. Beszédes kép ez, belülről más. Ami kívülről rémisztő, hogy körbe vagyok fogva, zárva, zártságban vagyok, belülről más. Védettség, oltalmazottság, helyemen vagyok. Azt mondja az apostoli szó, hogy minden emberi elgondolás, minden emberi értelmet felülhaladó békesség ez a felismerés. Ez az, amit áldásként legtöbbször kívánni szoktunk egy Isten tiszteletnek a végén. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a szíveinket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A Krisztus Jézusban más. Az Isten ölelő, megtartó karjaiban, kezében lenni más. Ez egy új lételem, megtalálva, áthelyezve, új kapcsolatokkal megajándékozva vagyok.
ő miatta van békességem. Hadd éljük hát meg veszélyhelyzetben, kijárási korlátozottságban, bezártság elhordozásában, hogy nem csak mi igyekszünk átrendezni a napunkat, a hetünket, a kapaszkodóinkat, a kapcsolatrendszerünket, hanem belülről más. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Éljük meg ennek a boldog felismerését. Hadd mondja nekünk is az élő Krisztus maga, középen megállva, hogy békesség nektek. Ámen. Kedves hallgatóság, kedves testvérek, köszöntöm Önöket az evangélikus gyülekezet lelkészeként, és azt mondhatom talán valamennyi lelkész nevében, hogy hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy most a találkozás, személyes találkozás hiányát valamelyest pótolhatjuk, és így szólhatunk Monor város, valamint a környék lakóihoz, tévénézőihez. Lelki erő, ezt a címet kapta a műsor, és a címe azt gondolom, hogy egyfajta célt, de ugyanakkor kérdést is felvett számunkra. Amikor mielőtt elkezdődött volna ez a járvány időszak, de már tudtuk, hogy nagyobb baj lesz, sokan ellepték azonnal a bevásárlóközpontokat, és azt gondolom valahol teljesen érthető védekezési reakció volt mindannyiunk részéről, hogy elmentünk és megpróbáltunk feltölteni a tartalékainkat. Hiszen az orvosok is felhívják ilyenkor a figyelmünket, hogy az immunrendszerünk bizony a tél után is megcsappan, és ezért fontos odafigyelni az egészségünkre, fontos odafigyelni a tartalékainkra. Lelki erő. Mennyire és hogyan állunk a lelki munícióinkkal? Mennyire vagyunk jól bespájzolva, betartalékolva a lelki erőforrásainkból? Talán most sokan azt gondolják, hogy lelkészként következik a hatalmas nagy dorgálás, hogy biztosan számon kérek majd mindenkit, hogy bizony nem tartalékoltunk se, hogy pedig higgyék el a kedves testvérek, hogy mi is lelkészként nap mint nap megéljük azt, hogy kifogynak bizony a lelki erőforrásaink, és szükségünk van ahhoz, hogy szükségünk van arra, hogy valahol feltöltődjünk. Ezért is választottam egy olyan ige szakaszt a mostani alkalomra, amely tulajdonképpen bibliai közhelynek számít a szó jó értelmében, és amely talán a hívek között is a napokban többször is közszájon forgott. Ez a közismert ige Máté evangélium a 11. fejezetében a 28. verstől így szól. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szegény vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Terhelt időszak mindannyiunk számára ez. És azt gondolom, hogy Jézus kétféleképpen is szól hozzánk ebben az igében. Egyféleképpen biztat bennünket akkor, amikor ezekkel a lelki és testi nehézségekkel találkozunk. Szól mindazokhoz, akik testi szenvedésen mennek keresztül, akár a megfertőződés, akár bármiféle betegségből kifolyólag, de szól mindannyiunkhoz is, akiknek a lelke bizony megterhelődik ebben az időszakban. Gondoljunk csak bele, és azt hiszem, hogy az elmúlt hetek során megtapasztaltuk, átéltük azt, hogy bizony otthon érni, otthon lenni, legyünk akár egyedül, vagy a családunkkal, megterhelő. Sokszor elfogynak a lelki tartalékaink, és vannak jobb és rossz napjaink, sőt egy napon belül is akár megéljük a hullámhegyeket, hullámvölgyeket, megvannak a hétköznapi apró sikereink, amikor sikerül tartani magunkat valamilyen napirendhez, már ha sikerül is van erőnk fölállítani egyáltalán egy napirendet, de ugyanúgy szembesülünk a bukásainkkal és a kudarcainkkal is, és mikor elfáradunk, kimerülünk, akkor könnyen megesik az, hogy összezörrenünk, meggondolatlanul bántjuk meg esetleg a másikat. És mivel ott vagyunk együtt a közös térben, és a lelki ismeretünk is megszólal, bizony fogjuk a telefont ilyenkor, vagy odalépünk a másikhoz, és hamarabb bocsánatot kérünk talán, mint máskor. Mert a lelki erőtartalékaink nekünk és a körülöttünk lévőknek is elfogynak.
furcsa ezzel szembesülni, hogy mindannyian gyengék vagyunk ebben a helyzetben. Mindannyian rászorulunk valami segítő szóra, és ekkor hozzánk is odalép Jézus, azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Megterhelő ez azok számára is, akiknek nagy döntéseket kell hozni ebben az időszakban. És gondolok most elsősorban azokra, akikre talán sokat gondolunk, de kevesebb szó esik. Gondolok azokra a párokra, akik most, hogy a tavaszi szél vizet áraszt, elkezdték talán a házassági előkészítőt, vagy elkezdték volna a házassági felkészítőt, esetleg, ne adj Isten, éppen ebbre az időszakra tervezték volna az esküvőjüket. Sokakkal telefonálva, sokakkal beszélgetve, azt érzem, hogy van bennük egyfajta lelkiismeretfurdalás, sőt, van, aki számon is kéri rajtuk, hogy bizony most nem a világ legnagyobb problémája az, hogy az ő esküvőjüket esetleg el kell halasztani. Mégis azt gondolom, hogy jogos a csalódottságuk, és ennek nyugodtan hangot lehet adni. Nagyon hálás beszélgetéseim voltak ezzel kapcsolatban azokkal a párokkal, akik végül meg tudtak abban nyugodni, hogy vagy kisebb létszámban, vagy esetleg egy másik időpontban lehet majd megünnepelni közösen az esküvőjüket. Felemelő volt hallani azt a mondatot a felkészülő párok részéről, az egyik hölgytől, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen bármennyire is fáj, összességében hálás vagyok, mert nincsen bajunk, egészségesek vagyunk egyelőre. Aztán hálás vagyok azokért a párokért is, és hálás vagyok azért a párért, aki például gondolt a gyülekezetünkre, akiket tavaly adtunk össze, és éppen ebben a nehéz időszakban házassági évfordulójukra tekintettel most a gyülekezetnek például adományt ajánlottak fel. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Nagy csalódottság most ez talán a párok számára, csalódottság, hogy nem mondhatják ki időben a boldogító igent, vagy legalábbis nem akkora közösség előtt, mint szerették volna. Jézusra bízhatjuk mégis magunkat, és Jézushoz terellek titeket is. Keressetek nála békességet és józanságot, hogy józan döntést tudjatok hozni. Megterhelő mindannyiunk számára az is, hogy találkozni kell sokszor másokkal. Látom azt is, hogy vannak emberek, akiknek még továbbra is folytatniuk kell a munkájukat, és ebből kifolyólag nagyon sok más emberrel kell találkozniuk. Rákényszerülnek arra is egyúttal, hogy mégis a családtagjaikkal otthon együtt legyenek, és ilyenkor minden egyes érintés, minden egyes ölelés, vagy az öleléstől való távoltartás lelkiismeretfurdalást okoz. Próbáljuk egyfolytában keresni annak a módját, hogy hogyan tudnánk egymást megóvni ettől a járványtól. Ezekben a lelki időszakokban, ezekben a megterhelő időszakokban elfogynak az erőtartalékaink. Jézus ekkor lép oda hozzánk, és mondja azt nekünk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Érezzük ugyanakkor azt is, hogy ez az időszak olyan időszak, amikor nem olcsó szavakra volna szükség, nem olcsó megoldásokra. Érezzük azt, hogy sokkal inkább sebezhetőek vagyunk. Döbbenettel hallgattam azokat a híreket, hogy vannak, akik még ezt az időszakot is kihasználják, és idősekre vagy olyanokra figyelnek fel, akikben esetleg sokkal nagyobb a félelem, és ezt kihasználva lépnek oda, ajánlanak fel olyan szolgáltatást, amivel becsapják őket, amivel annak a hamis illúzióját keltik, hogy majd ettől megvédhetik magukat a járványtól. Döbbenetes azzal találkozni, hogy valaki hasznot akar húzni az embereknek a gyengeségéből. De emellett a csalók mellett döbbenetes számomra az is, hogy azok, akik korábban motivációs beszédeket tartottak, és arra bíztattak bennünket ebben a nagy egódömpingben, hogy higgyünk magunkban, hiszen bármiből fel tudunk állni, most továbbra is vagy ugyanezt szajkózzák, pedig napra nap azzal találkozunk, saját magunk is, mikor elfogynak az előtartalékaink, hogy nincs miből felállni. Akkor megbukik ez az elmélet. Megdöbbentő, hogy még most is vannak talán olyanok, akik hangoztatják, hogy valami különleges isteni kiválasztás miatt sebezhetetlenek lennénk.
pedig ezzel szembesülünk, mindannyian ki vagyunk téve ennek a veszélynek. Telefonos beszélgetésben sokakkal beszéltem a gyülekezetből, sokakkal beszéltem a barátaim, rokonságom közül. Vannak köztük vallásukat gyakorló, kevésbé gyakorló, vagy egyáltalán nem gyakorlók. Mégis nagyon sokoktól felmerült a kérdés. Lehet, hogy ezt az egészet megérdemeltük? Lelkiismereti kérdés felbukkan bennünk. És amiért megszólított engem ez az igeszakasz, Jézusnak ez a szava, az éppen az, hogy ez egy olyan pillanatban hangzik el, amikor azt érezzük, hogy a lelkiismeretünk valóban számon kérhető lenne. Amikor azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akkor azokat az embereket hívja magához, akiket korábban a különböző ilyen életbölcsességek, motivációs beszédek, vagy esetleg valami hamis tanítás megterhelt volna. Így lép oda ahhoz a közösséghez is, akik korábban a farizeusokat követték, ezerint az ige szakasz alapján, és a farizeusok persze nyugodtan tetszeleghettek abban, hogy a vallásos tökényt, a vallásos eszményt meg tudják valósítani, mindent jól tudnak csinálni. Így el tudnak jutni Istenhez. Mindenki, aki viszont nem tud eljutni Istenhez, mert saját hátráltatásánál fogva, vagy csökkent lelki erőtartama miatt nem tud elnyúlni az Istenhez, ők nem is fognak elnyúlni az Istenhez. Jézus viszont mégis tesz egy lépést inkább felénk, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, de egyúttal azt is hozzáteszi, vegyétek magatokra az én igámat. A napokban ez a sok stressz, ez a megterhelő időszak, ami ránk ül, valóban olyan, mintha egy igát hordoznánk egész nap. Talán függetlenül attól, hogy csináltunk-e fizikai munkát vagy nem, nap végén mégis azt érezhetjük, hogy fáj a nyakunk, fáj a vállunk, egy kicsit át kellene mozgatni magunkat, feszültnek érezzük. Azt gondolom, hogy ez a lelkünk terheinek és a lelkiismeretünk terhének az igája. Mi az, amit tehettünk, mi az, amit tehetünk majd a jövőben? Ennek a kérdését nem oldja meg olcsón Jézus Krisztus. Szembesíteni szeretne bennünket azzal, de nem hagy bennünket a lelkiismeret furdalásban. Nem hagy bennünket fogódzó nélkül. Nem kapunk rögtön konkrét válaszokat a kérdéseinkre, de mégis azt élhetjük át, hogy Jézus mellé telepedve megnyugvása lehet a lelkünknek. Nagyjából úgy képzelhetjük el ezt, mint ahogyan egy gyermek is bizalommal fordul a szülei felé, aki tudja esetleg, hogy valami rossz vád tett a tűzre, de mégis a szülő óvó kezének biztonságában sokkal könnyebb a szembesülés. Szembesülés azzal, hogy miért vagyunk felelősek. Jézus így hív magához bennünket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és vegyétek nyagatokba azt az igát, amelyet én adok nektek, mert az én igám könnyű. Jézus Krisztus elhordozta ezt az igát. Húsvétnek a titka, húsvétnek a misztériuma éppen ez. És azt gondolom, hogy érdemes és követésre méltó az ő példája. Valóban fölveszi az ő igáját, elviszi a mi bűneinket, elviszi a mi kétségeinket, a mi lelkünknek a nehézségeit a keresztre, hogy aztán győzedelmesen feltámadjon. Jézus Krisztus értünk győzött, nekünk győzött, hogy nekünk örömünk és békességünk tudjon lenni, még ilyen megpróbáltatott időszakban is. Kedves testvérek, lelki erőtartalékaink elfogytak, mégis mi az, amit ilyenkor tehetünk? Nemrégiben megjelent egy cikk, még mielőtt a járvány betetőzött volna, és mikor kiderült, hogy a templomokat be kell zárnunk, egy cikk lehet, hogy nem szándékos módon, de némi cinizmust éreztem benne, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen a társadalomnak nem túl nagy részét érinti az, hogy be kell zárni a templomokat, sőt, azon belül is inkább az idős testvéreket érinti. Bennem mégis az fogalmazódott meg, hogy az fájja leginkább, hogy ha a legnagyobb részt az idős testvéreket érinti, talán most őket lesz a legnehezebb elérnünk. Így most kérjük azt az idős testvérektől, akik látják ezt a felvételt valamennyi lelkészként, hogy
gyakorolják továbbra is azt, amiben nekik van a legnagyobb gyakorlatuk, évtizedes előnyük, talán sok fiatalhoz is hozzánk képest, hogy kulcsolják össze a kezüket. Sokszor naponta elhangzik a felhívás, maradjanak otthon. Elhangzik ez a felhívás is, kulcsoljátok össze a kezeteket is, ti is imádkozzatok értünk. Mert fontos részei vagytok a gyülekezetnek, és ahogyan ti hiányoljátok a templomot, mi is hiányoljuk a ti összekulcsolt kezeteket. Gondoljatok imádságban minden nap a ti szeretteitekre, gyermekeitekre, unokáitokra, szomszédotokra és hozzátartozóitokra, és egész magyar nemzetünkre is. Világra és a betegekre, dolgozókra, mindannyiunkra, akiknek lelki tartalékaink megcsökkentek. De egyúttal szólok felnőttekhez is és gyermekekhez is. Lelki erőtartalékból bizony föl lehet tankolni magunkat, és szükséges is minden nap. Luther Márton, amikor megírta a KT-ját, az evangélikus KT-t, akkor a bevezetőjében azt fogalmazta meg, hogy így és eféleképpen tanítsa a házfő az ő népét. Tehát a házfőnek a feladata az, hogy tanítsa otthon a gyermekeket. És tudom, hogy e tekintetben sokan muníció nélkül vagyunk. Mégis azt gondolom, hogy egy rövid igeolvasással, egy rövid elcsendesedéssel, talán ha elég bátorságunk van egy rövid énekkel, mégis azzal indíthatjuk a napunkat, hogy Isten kezébe bízzuk magunkat. Annak az Istennek a kezébe, aki hívogat bennünket, és ezt mondja nekünk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Ebben a terhes időszakban feltöltődést kívánok mindannyiunknak az Isten mellett, és legyen nekünk békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Jézus Krisztustól. Amen. Következzen a heti friss, melyben a mai alkalommal Darázsi Kálmán polgármesterrel készült beszélgetéseinket láthatják kronológiai sorrendben a március 30-a és április 3-a közötti időszakból. Felhívom figyelmüket arra, hogy ebben az időszakban akár óráról órára változhatnak a döntések, friss információkhoz juthatnak a www.monor.hu oldalon. Kedves nézőink, 2020. március 30-án hétfőn, ahogy múlt héten megígértük, természetesen itt vagyunk Darázsi Kálmán polgármester úrral egyetemben. Szeretettel köszöntöm. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ma a parlament elfogadta az úgynevezett koronavírus törvényt. Az első kérdés az arra vonatkozik, hogy vajon monoriakra, a monori önkormányzatra milyen újabb feladatokat ró ez a törvény? Ró újabb feladatokat, de továbbra is haladnunk kell a kitaposott úton. Kaptunk egy ilyen tájékoztatót arról, hogy hogyan járjunk el. Ez ugye az intézkedésekről és az eljárási rendekről szól. Hát valószínűleg nekem, vagy ma estém az azzal fog telni, hogy ezt elolvasom töviről hegyire, és aláhúzom azokat a dolgokat, amik fontosak lehetnek, és amiben majd a későbbiek folyamán meg kell hoznunk a döntéseket, mert azért sok minden van benne, ami érinteni fogja a városnak a működését. Én azt gondolom, hogy most jelenleg jó úton haladunk, minden olyan intézkedést már megléptünk, ami ebben a helyzetben megléphető volt. Nem léptük túl a törvényességi kereteket. Hát én nagyon bízom benne, hogy a továbbiakban is ezen az úton tudunk haladni, én ezen leszek. És hát ugye azt is azért szem előtt kell tartani, hogy azért az itt élő embereknek az életminősége a lehető legkisebb mértékben romoljon. Polgármester, ugye most ön egy személyben dönt kvázi az itteni dolgokról, amik fentről lejönnek kormányrendeletek annak megfelelően. Sikerül rendszeresen tartani a kapcsolatot a képviselőtestület tagjaival? Milyen formában tudnak értekezni, ha kell?
holnap reggeltől indul ez újra, hogy újra gyakorlatilag döntéseket tudok hozni egyedül, de én azért tájékoztatni szoktam a képviselőtársaimat, ha olyan kardinálisabb döntések vannak. Ugye most dolgozunk rajta, hogy esetleg ilyen videokonferenciákat tudjunk tartani, és azon tudjam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait, illetve azért szoktunk telefonon beszélni, tehát nincs olyan napom, hogy egyik-másik, vagy van sokszor olyan nap is, mikor majdnem mindegyik képviselőtársammal beszélek, bár azért az idő szűke miatt ez nagyon nehéz, mert olyankor azért kérdeznek, pontosabban belemegyünk a részletekbe, és ugye kíváncsiak a működésre, és hát ugye ez nagyon-nagyon sok időt elvesz, úgyhogy próbálom ezt a helyzetet egy kicsit optimalizálni. A kijárási tilalom, mármint a részleges és a korlátozás, az ugye április 11-éig tart. Vélhetően az utána levő héten lett volna a rendes testületi ülés Monoron. Ez meg lesz tartva, vagy nem? Vagy még várjuk a további fejleményeket, kormányintézkedéseket? Én most a jelenlegi helyzetben úgy látom, hogy nem fogunk testületi ülést tartani, illetve ez a 11. helyi dátummal kapcsolatban, az április 11-i dátummal kapcsolatban, ugye azért elég sok levelet kapok, és szeretnék egy pár dolgot ugye itt helyre tenni. Azért azt mindenki vegye figyelembe, hogy ez, amit most a magyar kormány újra rendeltben meghatározott, ez a 9 és 12 óra közti kijárás, ez nem egy táncra való felhívás volt, hogy akkor nyugodtan mindenki, minden 65 évet betöltött ember ugye menjen vásárolni. Tehát jelenleg még mindig ott van az önkormányzat a háttérben, aki ezt a bevásárlást, ugye csekkbefizetést, vagy esetleg még készpénzfelvételt, illetve gyógyszerkiváltást megoldja az idős emberek helyett. Tehát úgy gondolom, hogyha ők nekik van annyi bizodalmuk, és bíznak ugye az önkormányzat munkatársaiba, akkor inkább éljenek ezzel a lehetőséggel, és ne menjenek ki az utcára. Ez a korosztály az, amelyik a leginkább ki van téve a vírusfertőzésnek. Pontosabban a vírusfertőzésnek mindenki ki van téve, csak a lefolyásának az, hogy az ő szervezetükre milyen hatással lesz ugye a vírusnak a lefolyása. Illetve amit még külön szeretnék leszögezni, hogy ez a kijárás ugye a 65 év felettieknek, tehát ki lehet járni az utcára. Tehát nincs az, hogy csak meg vannak határozva azok a célok, hogy miért, ugye élelmiszerbeszerzés, munkába járás, időszülőnek esetleg, hozzátartozónak, gyermeknek a gondozása, szülői jogok és kötelességeknek a gyakorlása. És akkor ugye jött hozzám olyan levél, például a tegnapi nap folyamán, hogy ugye találkozott 9 és 12 óra között egy idősebb ember kint a közterületen fiatalabbakkal. Na most ez a korlátozás, ez kifejezetten 9 és 12 óra között, felolvasom, az élelmiszerüzletekre, a drogériákra, a piacra, vagy a gyógyszertárakra szól. Tehát nem mindenre, tehát ez nem úgy van, hogy mondjuk akkor ki se mehetnek sehova a közterületre, ki mehetnek, csak ez a 4 intézményi forma, vagy boltot nem látogathatják abban az idősában a 65 év alattiak. Illetve itt még a második pontját, hogy az élelmiszerüzletben, drogériába, piacon vagy gyógyszertárba 9 óra és 12 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az egyes bekezdés szerinti személyek tartózkodhatnak. Tehát azok, akik ott dolgoznak, azok ott tartózkodhatnak. De azon kívül csak a 65 év felettiek. De a máshol, a városnak a többi részén, vagy más jellegű boltokba oda mehetnek a 65 év alattiak. Polgármester, felmerülhet a nézőben az az egyszerű kérdés, hogy ugye azt tudjuk, hogy a rendőrségnek van joga ellenőrizni a személyi adataimat. Igen. Egy igazoltatás során. Talán még a polgárőröknek is. Hát, gyengéden, de igen. Azért lehet. Most a
Ugye általában az üzletekben biztonsági őrök vannak. Hogy ellenőrizhetik ők? Milyen jogkörük lett azáltal, hogy veszélyhelyzet van? Hogy megnézzék, mert megmondom nagyon őszintén, hogy nagyon sok, hála Istennek, 65 pluszos olyan ismerősöm van, aki simán 55, vagy éppen 60 évesnek néz ki. Én magánemberként úgy gondolom, hogy a bolt az egy magánterület. Ott azokat a szabályokat kell betartani, amit az a tulajdonos betartatott. Tehát, hogyha ott a biztonsági őr azt mondja, hogy ő szeretné elkérni, vagy mutassák föl neki, hogy valóban ő betöltötte a 65. életévét, akkor bizony fel kell neki mutatni, mert ő ezt szerint jár el őket, hogyha ezt nem tartják be, ők szabálysértést követnek el, és akkor meg fogják bírságolni. Tehát mindenféleképpen ezt be kell tartani, és sajnos ezt a békát ezt le kell nyelni. Szóba került már itt a kijárási korlátozás kapcsán az idősek ellátása, mert hogy ugye ezt az önkormányzat megoldotta, a képernyőn láthatják is azt a 4 mobil számot, amin keresztül lehet jelentkezni. És hát azt tapasztalja az önkormányzat, hogy azért visszatérő monori idősek vannak, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást. Viszont van egy újabb lehetőség, vagy én nem is tudom, hogy minek kell ezt nevezni, vagy hívni. A lakók ugye egy picikét szeretnének lelki támogatást is kapni. Na most egy-két alkalommal én el tudom képzelni, hogy a kollégáknak van ideje arra, hogy beszélgessenek. De azért tömegével nem biztos, és szerintem ebben a bezártságban most elsődlegesen ez is szerepet játszik, hogy valaki egy kicsit ápolja az időseknek a lelkét. Hogy lehet ezt megoldani, polgármester úr? Nekünk most jelenleg azt látom, hogy ebbe a rendszerbe, tehát amiben mi is az időseknek az ellátásáért felelünk, ebbe ez kismértékben működik, de azért, ha ez tovább nő, akkor az a szolgáltatás minőségének a romlásához fog vezetni. Igen, nekem is jelezték kollégáim, hogy valóban sok olyan idős ember van, főleg mióta ugye ezt a kijárási korlátozást bevezették, azóta úgy érzik, hogy ők ugye be vannak zárva a saját telkükre, vagy a saját lakóingatlanukba, házukba, és hogy nagyon rosszul élik meg, és nincs akivel megosztják a mindennapi gondolataikat, problémáikat, ötleteiket esetleg, és én azt látom, hogy az lenne a legegyszerűbb, hogyha a lakókörnyezetünkben tudunk olyan idős emberről, aki nem tud kimozdulni, akár csak tényleg csöngessünk be hozzá, és akkor a megfelelő távolságról beszéljünk vele, ha tudjuk a telefonszámát, hívjuk fel, mert sokszor ez úgy működik, mint egy lelki segélyszolgálat. Tehát nem arról szól, hogy valamit kér, csak igen, ezeknek az idős embereknek nagyon fontos, hogy valakivel tudjanak beszélni, és valakivel tényleg meg tudják osztani a gondjaikat, bajikat, vagy esetleg azokat a dolgokat, amit a tévében, rádióban hallanak, újságban olvasnak, hogy azt meg tudják osztani valakivel. Tehát ez mindenféleképpen a monori polgároknak, vagy a lakóknak lenne, a fiatalabbaknak a feladata, hogy bizony-bizony a közelükben élő, vagy az ismeretségű körükben élő időseket keressék föl valamilyen módon. Lassan-lassan jön a tavasz, úgyhogy ki lehet ülni majd, már persze azoknak, akik a kertes házakban laknak, ki lehet ülni azért a kerítésen, betartva a másfél-másfél méteres távolságot, és szerintem még egy kis D-vitaminhoz is juthatnak, miközben megbeszélik az önökkel történteket. Fontos és sajnos visszatérő témánk lett a monori városi piacnak a bezárása. Nagy volt a felháborodás, aztán mindenki megoldotta a maga dolgát. Most mennyire, hol tartunk ebben a témában, mennyire van még mindig felháborodva a piacra járó monori vagy környékbeli? Én sokszor azt érzem, hogy biztos, hogy van egy-két olyan ember, aki gerjeszti ebbe a feszültséget a közösségi oldalon. Lehet, hogy éppen nem is monori polgár, lehet, hogy éppen a sokszor ez a feszültség gerjesztés kizárólag a pártszimpátia alapján történik, vagy legalábbis én sokszor így látom. Azt azért tudomásul kell venni, hogy itt Monoron jelenleg a monori önkormányzat, illetve most a polgármester fel a monori emberek egészségéért. Azért, hogyha ebből a
ugye a piacból, esetleg a piacnak az újranyitásából, amiről jelenleg nem beszélünk, bárkinek bármilyen egészségügyi károsodása születik. Azért én leszek a felelős, kifejezetten a polgármester, és hogyha nem is vagyok büntethető emiatt, az én lelki ismeretemnek kell ezért elszámolnia, és én azt gondolom, hogy lehet itt beszélni persze haszonszerzésről, meg arról, hogy éhen marad valakinél a család, de azt gondolom, hogy a jelenlegi formájában, tehát ahogy működött a piac, úgy azért egy jó ideig nem tud újra működni. Már itt beszélgettünk róla, esetleg keresve azt, hogy milyen alternatív megoldások lehetnek. Jelenleg még nincs ilyen alternatív megoldás, de hogyha mondjuk valamilyen jogszabály által, vagy esetleg más-más utasításra valóban meg kell nyitni a piacot, a mostani formájában, tehát abban, ami ahogy bezártuk, abban a formájában nem fog működni. Nem lehet ellenőrizni. 5 bejárata van a piacnak. Ugye azt, hogy ki milyen terméket fog meg, ugye milyen távolságra vannak egymástól az árusok, hogy állnak pontosan a vevők egymás mellett, hány embert engedünk be a piacra, ezt mind le kellene szabályozni. Tehát, hogyha esetleg erről beszélünk, ezt mind szem előtt kellene tartani. És a jelenlegi helyzetben én erre még nem látok megoldást, nem is láttam rá koncepciót, de mondom, az előbb említett esetekben mi megpróbálunk majd rugalmasak lenni. Hát erre azért nagyon jó megoldás született a közösségi oldalon, ugye az online piac Monor csoportot, hogyha rátetszenek kattintani, akkor ott kiválóan látszik, hogy a monori városi piacon árusítók azok remekül megoldották a többségük, és szerintem itt azt mondhatom, hogy majdnem 100%-ig mindenki díjmentesen szállítja ki a termékeket. Akik nem monori árusok voltak, hanem valahonnan jöttek ide és itt árultak, ők is meghatározták azokat az időpontokat, amikor kifejezetten monorra szállítanak. Szerintem kiválóan működik, és valamilyen formában azért túl kell, hogy éljük ezt a veszélyhelyzetet, úgyhogy én annyira nem izgulok egyikünkért sem, szerintem a vásárlók is megtalálják a helyes utat, illetve az árusok is szintén a helyes utat. Még egy témát feldobtunk múlt héten, mégpedig a kátyúzás témáját, aztán polgármester úr meg is osztott egy, azt hiszem 3 fotót tett fel, ha minden igaz, az oldalára, ahogy már folynak a munkálatok, és egy nagyon egyszerű megjegyzés érkezett hozzá, ideje volt. Polgármester úr, azért ezt a munkafolyamatot sem lehet akármikor elkezdeni. Nem, valóban, ez így van, tehát azért vannak olyan időjárási körülmények, amiben nem lehet ezt elkezdeni. Beszélhetünk itt ugye a csapadékról, beszélhetünk itt a hidegről, nagyon sok olyan befolyásoló tényező van. A közútnak kifejezetten megvan az a megkötése, hogy ha jól tudom, november közepétől valahogy ugye március végéig nem is enged aszfaltozási munkákat, mert ugye az időjárástól, vagy a hidegtől, vagy a túlzottan csapadékos időjárástól ugye károsodhat az útburkolat. És mi is megpróbáltuk ezt megvárni, ugye ennek azért van egy bonyolult folyamata, tehát ez nem úgy működik, hogy egyszer ide rendeljük a vállalkozót és elkezd dolgozni, hanem erre csináltunk egy komolyabb műszaki leírást, feltételrendszert alakítottunk ki, fel kellett mérni ugye a teljes város szerte lévő kátyúkat, és akkor ez alapján történt meg a kiválasztás, és hát a mai nappal ugye elindult ugye a telepi részen a kátyúzási munka, most először még csak kivágásra kerül, valahol feltöltik, ahol nagyon mély, hogy addig se legyen probléma, és ha jól tudom, olyan csütörtök magasságába hozzák majd a meleg aszfaltot, és akkor bedolgozzák a lukakba, a kivágott lukakba. A kövál munkatársai folyamatosan ellenőrzik azt, hogy ez szakszerűen történjen meg. Én is kaptam az oldalamon egy hozzászólást, ugye ott azt írták, hogy bíznak benne, hogy tartós lesz. Én is nagyon bízom benne egyébként, hogy tartós lesz ez a kátyúzás, szerintem az lesz. Egyébként, hogyha megnézzük azokat az utcákat, ahol voltak
különféle kátyúzások, és megfelelő méretű volt ez a kivágás, amit csináltak, és ugye rendesen bedolgozták az anyagot, ott azért nagy többségében a kátyú helyén nem szokott újra kijönni az úthiba. Tudjuk egyébként azt, hogy hány négyzetméternyi kátyunk van? Tehát, hogy körülbelül mekkora területet kell elképzelni, ami most... Most, ha jól tudom, igen. olyan 200-300 négyzetméter között vagyunk valahol, de majd a végén, hogyha meg lesz a teljes kátyúzási munka, akkor fogok egy pontos adatot mondani ezzel kapcsolatban. Sokszor az van, hogy mikor a kollégák, akik felmérik, azok még nem látják, de mikor kimennek, akkor lehet látni, hogy hálósodott a felület, vagy valamilyen más probléma van még, és akkor ott is inkább hozzányúlnak. Mint ahogy már pénteken is elmondtam, ugye az itt az utak többsége az a 2000 után épült, 2001-ben, 2002-ben, ugye itt a csatornázás után, és ezek az utak már azért, ezeken az utak fölött már eljárt az idő, és azért ezért van ez, hogy ennyire kátyúsodnak. Mi, ahogy pályázati lehetőségünk van, illetve hogy az önkormányzatnak az anyagi forrásai engedi, akkor próbálunk majd újabb és újabb utakat építeni, de hát most én úgy vagyok vele, hogy először legyünk túl ezen a járványon, és majd utána tudunk építkezni, utána tudjuk majd azt, hogy hogyan tovább monor. Nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, a mai beszélgetés végére értünk. Ugye eddig megszokhatták, hogy az első héten minden este bejelentkeztünk polgármester úrral, a múlt héten már csak hétfőn, szerdán és pénteken, és most teszem fel a kérdést, ezen a héten hogy tervezzük a mi munkánkat? Maradunk a hétfő, szerda, pénteknél, vagy ha csak akkor jelentkezünk, hogyha helyzet van? Én úgy gondolom, hogy maradjunk a szerda, pénteknél. Ha bármilyen olyan esemény van, akkor úgyis beszélünk telefonon, és akkor össze tudunk hozni még egy interjút. Azt gondolom, hogy azért lesznek történések, tehát hogyha ezt pontosan áttanulmányozom én is, és akkor átbeszéljük ugye a kollégáimmal a hivatalba, akkor biztos, hogy lesznek új intézkedések, amiket meg fogunk hozni. Én pedig itt végezettől azért szeretném azt elmondani a tévénézőknek, hogy bárki bármit gondol, én azért azt gondolom, hogy pozitív az embereknek a hozzáállása jelenleg ehhez a vírus helyzethez. Tehát én azt látom, hogy nagyon kevesen vannak az utcákon, tényleg bentartózkodnak. Jó, a vasárnap az láttam, hogy volt azért egy ilyen fellélegzés, és sokan mentek a szabadba, sokan mentek ide-oda. Pénteken nagyon sokan voltak például a temetőbe, kaptam arról is fotókat, de én azért azt látom, hogy nagy a fegyelmezettség. Én azt gondolom, hogy ha ezt be tudjuk tartani, és tudjuk tartani azt, hogy tényleg mindenki maradjon otthon, és tényleg csak a legszükségesebbekért megyünk el boltba, utcára, vagy esetleg akinek szükséges, az elmegy dolgozni, akkor biztos, hogy előbb véget fog érni ez a járványhelyzet, és minél kisebb veszteségekkel fogunk ebből felállni majd. Polgármester, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Kedves nézőink, 2020. április 1-én mi most nem tréfálkozni fogunk Darázsi Kálmán polgármester úrra, hanem bizony komoly dolgokról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Beszéltünk mi már arról, hogy mennyire nehéz ez ebben a járvány időszakban a kommunikáció, illetve mennyire megváltozott a Gemini Televíziónak is a műsora, mennyi minden kimaradt, hiszen a programok elmaradnak, és ennek megfelelően az önkormányzat újságját sem volt egyszerű összeállítani, hogy mégis mi kerüljön be a tartalomba. Hát mit sikerült összehozni, polgármester úr, mert azért most már kint van abban a 6100 háztartásban az újság. Igen, most ha minden igaz, már a hét elején minden postaládába kikerült az újság, hogyha valahova nem, akkor kérem azt majd jelezzék felénk a titkárság@monor.hu-ra, mert akkor majd esetleg le tudjuk ellenőrizni. Valóban, tehát teljesen át kellett dolgoznunk az újságot, megpróbáltuk kifejezetten a járvány veszéllyel kapcsolatos dolgokat beletenni, tehát túlsúlyba azok a dolgok vannak, mindaz, hogy ugye ez a maradj otthon, illetve a
időseknek ugye a telefonszámok vannak benne, és a cikkek nagy része az kifejezetten így a járványhoz köthető, tehát az elmaradó programok tekintetében, ugye gondozási központ működése, idősek tájékoztatása, monori piac, a szépkorúaknak kifejezetten van egy cikk, és azért vannak, van kifejezetten olyan cikk is, ami a vírusról szól, illetve azért van egy-két olyan cikk, ami ugye közvetlenül azért a város életét érinti, mert ugye, ahogy szoktam mondani, az élet nem állt meg, tehát attól függetlenül azért vannak olyan folyóügyeink, amiről azért szeretnénk a lakosságot tájékoztatni. Nem tudom, hogy mikor fog megjelenni a következő újság, most azért egy ilyen érdekes helyzetben vagyunk, próbáljuk húzni a nadrágszíjat, ugye nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez a helyzet, és ugye nekünk azért ki kell tartanunk, nekünk rengeteg intézményünk van, cégeink vannak, ugye rengeteg feladata van az önkormányzatnak, és én ezt azért szeretném, hogyha ezeket a szolgáltatásokat tudnánk nyújtani végig-végig, amíg tart ez az áldatlan helyzet. Hát ez volt tehát az önkormányzat újságjáról a tájékoztatás, lapozgassák, olvasgassák, mert hogy ugye otthon kell maradni, már legalábbis annak, akinek nem kell eljárnia dolgozni. Polgármester úrral már több alkalommal beszélgettünk a monori mentőállomás kéréséről az ózongenerátor tekintetében. Tetszenek hinni vagy sem? Itt van monoron ez az eszköz, és polgármester úr a mai napon adta át. Igen, a mai napon adtuk át az ózongenerátort. Azt tudni kell, hogy nagyon nehéz volt a beszerzése. Volt egy monori vállalkozó ismerősöm, barátom, aki segített ebbe. Végül Berlinből tudtunk ózongenerátort beszerezni. Ott is már csak 3 darab volt ennél a kereskedőnél, és onnan az egyiket sikerült megszereznünk. És ki is próbáltuk, átadtam ugye a mentőszolgálat dolgozóinak, vagy átadtuk a mentőszolgálat dolgozóinak, és ki is próbáltuk rögtön az egyik mentőautón, ugye ez hasonlóan működik, mint mikor a légkondicionálót ugye tisztítják, beindítják a motort, megy belül ez a szerkezet, és ugye ez ilyen ózon termel, ami teljesen le tudja fertőtleníteni az autót belülről, és gyakorlatilag, hogyha mondjuk koronavírusos beteget is szállítanak, akkor is teljesen ki lehet fertőtleníteni utána az autót úgy, hogy a vírus nem marad életben. A mai nap folyamán szerintem mind az 5 mentőautót végig fogják ezzel fertőtleníteni. Ugye eddig is fertőtlenítették az autókat, csak kifejezetten Budapesten tudták ezt megtenni a központba. De most már van itt is helyben egy gép. Hát reméljük, hogy azért ezt a gépet akkor fogják leginkább csak használni, amikor nagyon-nagyon szükséges, és gyorsan-gyorsan elmúlik ez a járványhelyzet, mert szerintem lassan, főleg akik otthon vannak, azok azért most már tűrés határon járnak. Beszéljünk, polgármester úr, itt a különböző közterületeknek a lezárásáról. Ugye első kanyarban rögtön a játszótereket kellett lezárni, hogy a kisgyerekesek ne menjenek és ne fogdossák a gyerekek a játszóeszközöket. Még milyen egyéb közösségi tér lezárására került sor? Hát ugye sokan úgy gondolják, hogy ugye a Grundfoci pálya, ugye, ami ott a Péteri úton van, illetve ott a Kondi Park, az nem tartozik hozzá, de valójában az is hozzátartozik. Itt most végül az volt a lényeg ebbe a lezárásba, hogy a csoportosulásokat akadályozzuk meg. Tehát ne legyenek azok a kisebb-nagyobb csoportok, amik esetleg egy gócpontként szolgálhatnak a vírus átadásában. Tehát ezek voltak, illetve amivel kapcsolatban kérdések is jöttek, ugye a sportpálya tekintetében. A sportpályát azért kellett lezárnunk, mert több oldalról is megkerestek minket. Egyszer a labdarúgók részéről is, ugye mivel, hogy nem volt állandó felügyelet kint a pályán, ezért rongálások történtek, és ugye veszélybe kerülhetett az is, hogy valami esetleg eltűnik onnan, illetve a másik dolog ugye a baleset megelőzés volt. Ugye ott egy focikapu, vagy bármi rádől valakire, vagy bármilyen sérülés történik valakivel, azért ugye alapvetőleg
a tulajdonos vagy a fenntartó a hibás, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt le kell zárni. Illetve amikor ugye az iskolák bezárásra kerültek, akkor azért a diákok nagy számban gyülekeztek a különféle ilyen közösségi helyeken, és mi úgy gondoltuk, mint Monorváros önkormányzata, hogy ezeket a helyeket leszűkítjük, és ezért is volt az cél, hogy bezárjuk ugye a sportpályát. Akik egyébként régebben futottak, meg a későbbiekben is majd, ha megnyitjunk, továbbra is tudnak futni a sportpályán, azoknak még mindig ott van ugye a Strázsahegy is, vagy akár ott van a Tavaspart területe, ahol szintén ugyanúgy lehet futni, mint a sportpályánál. Lehet, hogy kicsit messze van mondjuk a lakóhelyüktől, de én úgy gondolom, hogy ott is ugyanúgy el lehet végezni ezt a tevékenységet. Nagyon sokszor beszéltek már a sajtótájékoztatón, az operatív törzsnek a sajtótájékoztatóján arról, hogy igazából a járványnak még nagyon-nagyon az elején vagyunk, és mi is beszéltünk arról, hogy ha nagyon betetőzne, a számok nagyokat ugranának, akkor akár azt is meg kellene lépni, hogy mondjuk a Szent István parkunkat, vagy éppen itt a mellettünk lévő főteret is le kellene zárni, hogy minél kevésbé találkozzanak az emberek. Ön szerint erre van esély, van lehetőség a tudomány jelenlegi állása szerint? Én azt gondolom, hogy nem. Ezt nagyon nehéz megoldani. Ugye itt közterületekről beszélünk. Valószínűleg le lehet, tehát le tudja az önkormányzat zárni, csak a betartatásával van a probléma, hogyan tartatjuk be. Ugye már ez se olyan egyszerű ugye betartatni, hogy a játszótereken ne tartózkodjanak kint, bár én itt szeretném megköszönni a monori lakosoknak még egyszer azt, hogy tényleg azért alkalmazkodnak ehhez a nehéz helyzethez, és bizony-bizony én azt látom, hogy nem használják a közterületeinket, és nem használják a játszótereinket. De ezekkel szemben azt gondolom, hogy itt, hogyha tényleg tovább romlik a helyzet, akkor a Magyarország kormányának van olyan lehetősége, hogy bizony-bizony ugye nem egy ilyen kijárási szabályozást vezet be, hanem akár bevezethet ugye egy kijárási tilalmat, ami azt jelentheti, hogy egy sokkal szigorúbb ellenőrzés lesz, és ki lehet járni, csak sokkal szigorúbban meg lesznek kötve azok a lehetőségek, hogy pontosan milyen célból is mehetnek ki az emberek ugye a közterületre vagy az utcára. Mielőtt pánikot keltenénk, ez egy olyan feltételezett kérdés volt, hogy mi van akkor, ha, tehát nem fogja most Monorváros önkormányzata körbekeríteni fél Monort, és akkor az utcákat meg a közterületeket lezárni, úgyhogy nehogy bepánikoljanak, engem pusztán csak érdekelt ez a dolog. Polgármester úr megjelent a város közösségi oldalán is, és nálunk is az a hír, hogy a posták egységesen 18 órakor be fognak zárni minden nap. Kivételt képez ez alól 3 darab budapesti posta, illetve az, hogy szombatonként nem lesznek nyitva. Polgármester úr, járt-e a városban, volt-e postán esetleg, mit tapasztalt? Igen, erről én is tudok, hogy akkor a szombati napokon nem lesz nyitva a posta, illetve a posta is azért változtatta az eljárási rendjét. Most már valóban én is elmentem, megnéztem, megtapasztaltam azt, hogy most már kint kell várakozni, ugye ott a kapuaj után van egy ilyen park, és ott kell várakozni a mindenkinek, és akkor van egy postai dolgozó, aki egyenként engedi be a várakozókat, és tulajdonképpen ezzel is biztosítják azt, hogy abba az egy légtérben nem tartózkodik túl sok ember egyszerre, hanem csak az a 2-3-4 ember esetleg, aki ott közvetlenül ugye ügyet intéz, és tulajdonképpen így is a fertőzés veszélyt próbálják a posta dolgozói is a lehetőleg minimálisabbra csökkenteni. Türelmesek voltak a várakozók? Mit tapasztalt polgármester úr? Én abszolút azt látom, hogy türelmesek. Én még mindig azt látom az embereken, hogy nagyon türelmesek. Én tudom azt, hogy ez lelkileg mennyire megviseli az embereket, főleg azokat az embereket, akik mondjuk nem is egy kertesházban laknak, hanem esetleg egy lakásban, és tényleg a 4 fal közé vannak bezárva, nem tudnak kimenni az udvarra. Én azt gondolom, hogy eddig én Monor tekintetében tudok nyilatkozni, mert nagyon nem megyek ki Monorról, és én itt azt látom, hogy azért fegyelmezetten próbálnak viselkedni, azért ez egy nagyon nehéz dolog, és ugye
ugye át kell erre állnunk, és nem tudjuk azt, hogy ez a hetek, hónapok múlásával ugye egyre nehezebb lesz, vagy egyre inkább hozzászokunk ehhez a dologhoz, de én mindenkit egy ilyen, úgymond mindenkinek erőt kívánok ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, mert én is nehezen élem meg. Én is nehezen élem meg azt a dolgot, hogy például a szüleimmel se tudok találkozni igazán, családommal se tartom a kapcsolatot, tehát a tágabb családommal, illetve azt, hogy valóban nekem is a munka van, mondjuk elmegyünk még vásárolni, de azon kívül én is otthon töltöm a napjaimat. Kedves nézőink, még egy nagyon fontos dologról kell a mai beszélgetés során szót ejtenünk, ez pedig az óvodai beiratkozás. Ugye azok, akik 2020. augusztus 31-éig betöltik a harmadik életévüket, a szülőknek most kellene beiratni a gyerkőcöket a megfelelő óvodai intézménybe valamikor április 20-a környékén. Beszéltünk mi már polgármester úrral, hogy ha egyszer bejön az, hogy a személyes kontaktokat csökkenteni kell, akkor ennek meg kell találni a megfelelő módját, hogy hogyan, miképpen. Ma már olvashattak a közösségi oldalon, illetve a monor.hu oldalon egy elég hosszú cikket polgármester úrtól. Egy picikét próbáljuk meg kifejteni, és amikor meg lesz a végleges, hogy hogyan és miképpen kell eljárnunk, akkor újra szóba kerül majd. Tehát a Strázsa újságban is ki van ez fejtve, tehát olyan túl nagy változások nem lesznek. Megpróbáljuk azt kidolgozni, hogy ne legyen közvetlen kontakt ugye az óvodában dolgozó és a szülők között. Ezt vagy úgy fogjuk megoldani, hogy elektronikus úton lehet majd beküldeni az iratokat, illetve a kérelmet, vagy pedig úgy, hogy valamilyen olyan az óvoda udvarán, egy ilyen kinti helyszínen ugye ki tudják tölteni ezt a lapot, és akkor utána be tudják vinni. Van olyan önkormányzat, akit én így figyelek a működését, hogy például azt csinálják, hogyha irat beérkezik az önkormányzathoz kívülre, az 7 napig karanténba teszik az iratokat. Mi azért ennyire még nem akarunk szigorítani, de meg fogjuk találni annak a pontos eljárási rendjét, hogy hogyan lehet majd ezt a beiratkozást a lehető legkevesebb fertőzés veszéllyel megoldani, és akkor részletesen fogom erről majd tájékoztatni azokat, akik érintettek ebbe, és akár a Monorváros hivatalos oldalán, akár a Facebook oldalunkon, vagy akár itt a Gemini televízióban majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is rendelkezésünkre. Pénteken találkozunk? Igen, pénteken találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek erőt és egészséget kívánok a jövőben. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, Darázsi Kálmán polgármester úrral ma is érdekes dolgokról tudtunk beszélgetni, és ahogy hallhatták, pénteken hasonló időben találkozhatnak velünk újra a Gemini Televíziónak a közösségi oldalán. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak. További szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra! Kedves nézőink, 2020. április 3-án szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm Darázsi Kálmán polgármester urat is. Örülök, hogy itt van nálunk. Én is örülök, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt a beszélgetésbe belekezdenénk polgármester úrral, 2 darab nézői visszajelzést szeretnék megosztani Önökkel. 4 darab telefonszám áll az idősebb korosztálynak a rendelkezésére, hogy segítséget kérhessen a monori önkormányzattól. A hölgy, aki engem megkeresett, egy héttel ezelőtt igénybe vette ezt a szolgáltatást, majd úgy gondolta, hogy ezen a héten már nem kell neki, mindent bevásároltak neki az elmúlt héten. A kollégák viszont visszahívták a telefonszámát, és megkérdezték, hogy ezen a héten nem kell segítség. És a hölgy úgy gondolta, hogy mindenképpen tolmácsoljuk itt a tévénézők előtt azt, hogy mennyire elégedett ezzel a szolgáltatással. A másikra viszont kérem majd polgármester urat, hogy reagáljon, hiszen egy másik kedves nézőnk azt jelezte, hogy államtitkár úr és a polgármester úr nevében megkeresik a 65 év felettieket, és szintén megérdeklődik, hogy tudnak-e bármiben segíteni. Hát polgármester úr, nagyon szép gesztusok és nagyon szép visszajelzések érkeznek. Valóban van ilyen megkeresés. Nagyon sok embert végig fognak hívni, akik ugye a veszélyeztetett korosztályban vannak. Ugye itt az lenne a lényeg, hogy afelől érdeklődünk, hogy valóban van-e olyan, aki el tud menni az idős korosztálynak ugye vásárolni,
tud-e segítséget nyújtani, van-e ilyen ismerős, vagy a családban van-e valaki. Ha pedig nincs, akkor meg tudjuk így adni az önkormányzatnak azt az elérhetőségét, amin ugye az első hozzászólás volt, amivel tulajdonképpen, ahol a 4 szám van, és amin tulajdonképpen az önkormányzatnak a dolgozói végzik el ezt a bevásárlást, vagy ugye a gyógyszernek a kiváltását. Ehhez azt szeretném még hozzátenni, hogy azért van ez, mert ugye kértük a kollégákat azért, hogy legyen egy ilyen visszakövetés. Tehát, hogyha mondjuk valakinek már segítettek, akkor nyugodtan lehet a következő héten is felhívni, hogy igény tart-e esetleg megint a szolgáltatás. Sokkal egyszerűbb nekünk is így terveznünk. Illetve hát az, hogy nincsenek magukra hagyva az idősek. Hát amikor ilyen megjegyzés, ilyen vélemény érkezik, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy már megérte bármit tenni és csinálni a dolgokat. Gondolom ezzel ön is egyetért, polgármester úr. Igen, én ezzel is így vagyok abszolút, tehát ezek a dolgok, nehéz helyzet van, tehát most szépíthetjük, ez számomra is egy nagyon nehéz helyzet, és egy olyan helyzet, amit még soha életemben nem csináltam, de szerintem ez elmondható a 10 millió, mindegyik 10 millió magyarról, sőt a föld teljes lakosságáról, hogy még nem éltünk meg ilyet. És valóban nekem nagyon jól esik a pozitív megerősítés, és ezért is van az, hogy például én, van olyan közösségi oldal, aminek nem vagyok hajlandó tagja lenni, mert nekem nem kell olyan, hogy olyan információk jussanak el hozzám, hogy esetleg ócsárolják az embernek a munkáját, mert az nem nagyon erősít. Tehát pont ez, hogy én azt szeretem, hogyha pozitívak a visszajelzések, vagy hogyha észrevételeket tolmácsolnak felém, hogy tényleg, hogy az embereket vezesse a jobbító szándék. Hát igen, jó a negatív kritika is, hogyha szépen van megfogalmazva. Ezt én mindig szoktam mondani gyakornok kollégáimnak is. No, haladjunk tovább. Az operatív törzs ugye naponta legalább egyszer bejelentkezik. Ha valami nagyon nagy dolog történik, akkor akár többször is láthatnak sajtótájékoztatót. És ott Lakatos úr folyamatosan jelez a sajtó felé, hogy milyen típusú rendőri intézkedések történtek az elmúlt 24 óra alatt. Mennyiben változtak meg azok a számok, ami például a szabálysértőket kutatja fel, hogy ki nem tartja be az idősávokat, ki tartózkodik feleslegesen az utcákon, amikor ugye az a lényeg, hogy mindenki maradjon otthon, és többek között az ő feladatuk az is, hogy a hatósági karanténra kötelezett betegeket, gyanús betegeket, azokat ellenőrizzék. Én arra kértem polgármester urat, hogy tudakolja meg a monori kapitánytól, Csipler úrtól, hogy vajon a monori rendőrök tapasztalnak-e bármiféle fajta szabálysértést itt a területükön. Miről tudunk beszámolni? Arról tudok beszámolni, hogy teljesen pozitív a rendőrségnek a véleménye erről a dologról, és a tapasztalatok is pozitívak, persze. Tehát nem történt szabálysértés. Tehát ezt elmondható mind a monor tekintetében, mind ugye a bolthasználatnál, illetve elmondható a hatósági karantén esetében is, hogy nálunk azért betartják itt helyben ennek a szabályt. Persze biztos, hogy vannak ez alól kivételek, de a rendőrségnek ilyen tapasztalata még eddig nem volt. Ha már a rendőrségnél járunk, akkor beszéljünk, polgármester úr, a csalókról is. Ugye mi is megosztottunk egy közleményt 2 héttel ezelőtt talán, hogy ezt a helyzetet, ezt a járványhelyzetet, ezt remekül ki tudják néhányan használni, és az idősebb korosztályt esetleg jól becsapni. Erősítsük meg a kedves nézőket abban, hogy a monori önkormányzat semmiféle olyan munkát nem végeztet háztartásokban, monori háztartásokban, ami például egy fertőtlenítést, vagy éppenséggel bármiféle egyéb feladatot. És amit igen, azt viszont igazolják. Igen. Tehát, amit mi végeztetünk most jelenleg, ez tulajdonképpen ez a házi segítségnyújtásnak lehet mondani, vagy ilyen bevásárlásnak, ugye, tehát kizárólag ez arról szól, hogyha a nyugdíjas ugye felhívja, vagy ugye az időskorú felhívja az általunk megadott telefonszámokat, vagy a számok közül valamelyiket, akkor a kollégánk egy megadott időpontra ki fog menni, és fényképes igazolványjal bizonyítja, hogy valóban ő az az ember, akit az önkormányzat küldött, és ő tudja majd elvégezni ugye a bevásárlást, gyógyszernek a kiváltását.
se fertőtlenítést nem csinálunk, se semmilyen más dolgot, ami az önkormányzathoz köthető. Én úgy gondolom, hogy ha valakihez mondjuk becsöngetnek ilyenek, vagy esetleg telefonon fölhívják, nyugodtan telefonáljon be a hivatalba, nyugodtan a titkárságot kérje, én is bent szoktam lenni, engem is lehet kérni nyugodtan, és akkor én tájékoztatást tudok arról adni, vagy ki tudom azt nyomozni, hogy ilyen szolgáltatás van-e Monoron, vagy nincs, de jelenleg semmilyen más ilyen szolgáltatás nem végez az önkormányzat. Köszönöm szépen, és hát azért beszélnünk kell sajnálatos balesetről is itt a mai műsorban. Utolsó külső helyszíni forgatásaink egyike volt az M4-es útnak az átadója, és itt a gombai monori lehajtónál történt egy hatalmas nagy baleset, pont azokban abban az időben, amikor Szerdán polgármester úrral itt ültünk ennél az asztalnál, és éppen beszélgetünk. Mit lehet tudni erről a balesetről? Ugye én, mikor a baleset megtörtént, én utána rögtön kaptam erről jelzést, általában elég gyorsan eljutnak hozzám az információk. Ugye azt lehet tudni, hogy ugye ez a M4-esen történt a baleset, tulajdonképpen ott, ahol a Bajcsy-Zsilinszky út végénél van a felüljáró, onnan felüljárótól Budapest felé történt ugye a baleset, de ugye a Szolnok felé vezető sávon egy utolérős baleset volt. Hát 11 áldozata van úgymond ennek a balesetnek, egy ember meghalt, 3 ember súlyosan sérült, és 7 ember pedig könnyebb sérülést szenvedett. Hát ez egy, azért aki szerda este mondjuk közlekedett a városba, az láthatta, hogy mekkora káoszt okozott a baleset, mert tulajdonképpen a rendőrök a Péteri lehajtónál terelték be az autókat Monorra, és itt a Péteri út, Kossuth Lajos úton jöttek végig, és a gombai lehajtónál mentek le. Majd, mikor látták azt, hogy ezt a város nem bírja, mert egy idő után annyi autó volt, hogy nem bírta a város, akkor a üllői lehajtónál terelték le ugye a régi négyesre a forgalmat. Hát nagyon sajnálatos, hogy pont egy ilyen időszakban történt ez, de én azt gondolom, hogy mindenki egy kicsit felfokozottabb állapotban van, mindenki stressz alatt él ezekben a napokban. Lehet, hogy a normál hétköznapokban, de úgy gondolom, hogy ez a veszélyhelyzet, ez külön rátesz erre, úgyhogy én mindenkit arra intenék, hogy azért, hogyha kénytelen és autóba kell ülni, azért nagy-nagy körültekintéssel vezessen, és figyeljünk oda a másikra, mert hát láthatjuk, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt megvan a tragédia, és hát senkinek nem kívánunk ilyen szörnyűséget azért, tehát körültekintéssel kell vezetni, és odafigyeléssel. Köszönöm szépen. Polgármester úrral azt beszéltük meg, hogy a mai napon kihirdetett tűzgyújtási tilalomról is beszélgetünk. Ez ezúttal nem országos, hanem nagyjából közép-magyarországi régió, de Pest megyét mindenféleképpen érinti. Akik nyomon követik a Gemini Televízió adásait, vagy éppen a Monori Képviselőtestület munkáját, azok tudják, hogy a Monori Önkormányzat képviselőtestülete hozott egy rendeletet, amelyben szabályozza azt, hogy mikor lehet belterületen tüzet gyújtani. Hogy külterületen mikor, arra majd talán egyszer Gere úrral vállalkozunk, hogy ismét elmondjuk önöknek, hogy ott milyen folyamat van. Polgármester úr, milyen formában lehet ma a Monoron és melyik napon bármiféle fajta égetésre tüzet gyújtani? Továbbra is belterületen pénteken lehet a meghatározott idősávba tüzet gyújtani. Ez a tűzgyújtási tilalom, ez kifejezetten a külterületre, fás területekre szól, tehát máshol nem lehet, ami nem ugye az önkormányzathoz tartozik. Itt az önkormányzat még nem tiltotta meg a tűzgyújtást, de kifejezetten nagyon fontos az, hogy a tűzgyújtásnál is figyeljünk oda arra, hogy mit rakunk rá a tűzre. Tehát ez nem háztartási hulladékoknak az égetésére szolgál ez a tűzgyújtás, és kizárólag száraz, kerti hulladékot lehet elégetni. Ezt nagyon sokan megszegik, tehát nagyon sokan mást is égetnek. Ez egy borzasztó dolog, mert ugye nagyon sok önkormányzat megtiltotta például a tűzgyújtást a veszélyhelyzet idejére, ugye mert ez kifejezetten ugye a tüdőt támadja meg ez a vírus is, és ugye, hogy ez a nagy füst, ez nem csak Monoron van, ez más településeken is probléma, ez a pénteki vagy más napokon történő füstölés, úgyhogy ez
még rosszabb hatással van erre a vírusra, tehát még jobban ingerli úgymond a tüdőt. Úgyhogy én azért arra intenék mindenkit, meg ugye magának a katasztrófa védelemnek is az a javaslata, hogyha lehet, azért ne gyújtsanak belterületen se tüzet. És ha már tűzgyújtás, akkor ugye van a jó kis pernye, bár megmondom őszintén, hogy gyerekkoromból nekem még ez az illat, ami ilyenkor terjengett a városban, vagy éppen a telepi részen, hát ez hihetetlen megnyugtató dolog volt, és én nagyon-nagyon élvezem ezt a fajta illatot egyébként. De térjünk vissza az égetésre, mert hogy tele volt a város pernyével, én nem láttam, de majd megnézem, hogy mi újság van odakint a külső területeken. Hát mi volt ennek az oka, polgármester úr? Szerdán volt ez napközben, hogy tele volt a város ilyen fekete, 8-10 cm hosszú ilyen pernye darabokkal. Annyi történt, hogy Úriba egy nádas égett, egy nádas leégett, és a légáramlatok elhozták idáig ezeket a pernyéket, és pont itt a városunkba szórták szét, de én úgy láttam, hogy a város teljes területén sikerült szétszórni, mert gyakorlatilag a telepen keresztül, a Békási részen, a városközpontban mindenhol volt pernya, akár a közterületen, vagy a telkeken is belül. Hát előfordul ilyen, én még nem láttam soha ilyet, hogy ilyen messziről elhozta volna tulajdonképpen ezt a mellékterméket, de hát fel kell most már ezekre is készülni. Örüljünk annak, hogy nem itt volt nálunk helyben ez a tűzeset. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindenről beszélgettünk, amit a mai kis bejelentkezésünkre elterveztünk. Polgármester úrtól mindjárt fogok kérni még egy összegzést, egy lezárást. Nagyjából inkább a Maradj Otthon témakörben szeretném, ha még szólna önökhöz. Előtte azonban elmondom, hogy a Kövál ZRT értesített bennünket is, de hát számtalan helyen olvashatják még, hogy április 13-án, húsvét hétfőn nem fognak kommunális hulladékot szállítani, viszont április 11-én szombaton igen, méghozzá a zöld hulladékkal együtt fogják majd vinni. Nyilván nem egyszerre, hiszen két különböző autó gyűjti ezeket, de ezen a napon, tehát április 11-én kommunális és zöld hulladék szállítás is lesz. És akkor, polgármester úr, összegezzük ezt a hetet. Mennyire vagyunk elégedettek a Maradj Otthon programunkkal? Én azt tapasztalom, hogy azért bizony a tegnapi napon és mai napon is nagyon-nagyon sok autó mozgott, és nagyon-nagyon sokan voltak az utcán. Én inkább azt tapasztaltam, hogy olyan sok ember nem mozgott, mint ami ugye egy normál hétköznapon van, de ennek ellenére azért aki megteheti, tényleg maradjon otthon. Hétvégén is, ha lehet, maradjanak tényleg az ingatlanjukon belül. Nagyon fontos, nagyon nehéz időszakot élünk meg. Ez egy olyan húsvét lesz valószínűleg, amit soha az életünkben még egyszer nem fogunk megélni, és még eddig se éltünk meg. De nagyon fontos az, hogy most mindenki kitartson, mindenki otthon maradjon, ne érintkezzünk embertársainkkal, és nagyon fontos az, hogy majd karácsonykor ugyanannyian tudjunk leülni a vacsoraasztalhoz, mint amennyien most vagyunk, és tényleg a lehető legkisebb veszteségekkel tudjuk átélni ezt a veszélyhelyzetet. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és akkor a rendnek megfelelően hétfőn találkozunk. Én is köszönöm szépen, igen, hétfőn. Hogyha nem történik semmilyen dolog, de hát miért is történne, akkor hétfőn ugyanúgy jönni fogok, és akkor elmondom azokat a dolgokat, amik történtek az elmúlt időszakban. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak, viszontlátásra. Köszönöm szépen, jó pihenést kívánok a hétvégére. Kedves nézőink, ez volt a mai bejelentkezésünk, hétfőn tehát találkozunk, de addig még egészen pontosan április 4-én 17 órakor szeretettel várjuk önöket a Gemini Televízió adásához. Lesz Pörök fel egészségünkre, aztán az orvos válaszol, lesz Lelkierő, és természetesen mindhárom beszélgetésünket újra végignézhetik, amit polgármester úrral készítettünk itt ezen a héten. Kellemes szép hétvégét kívánok önöknek, és a mai napra pedig jó pihenést, viszontlátásra!
Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Ne felejtjék az adások ismétlésének időpontjait. Hétfőn délután 3 órakor, pénteken este 9:30-kor kezdünk. A képernyő alján a szokásoknak megfelelően már is mutatjuk elérhetőségeinket. Telefonszámunk 29-es körzet 413-511. E-mail címünk gemini.tv@upc.hu. Honlapunkat pedig megtalálják a www.gemini.tv.hu címre kattintva. Továbbra is kövessék nyomon a veszélyhelyzetre létrehozott országos honlapot, a www.koronavírus.gov.hu oldalt. A monori döntéseket továbbra is megtalálják a www.monor.hu oldalon. Figyeljenek ránk az esti bejelentkezések alkalmával is, és mi is arra kérjük Önöket, hogy az április 11-éig tartó kijárási korlátozást, valamint a 65 év felettiekre vonatkozó vásárlási sávot tartsák szem előtt és tartsák be. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes, szép hétvégét kívánok mindannyiuknak. Legközelebb április 11-én szombaton délután 5 órakor várjuk Önöket, nagy szeretettel a képernyők elé. Addig is viszontlátásra!